Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső, Laci! Hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső, 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 cső! Sziasztok, sziasztok! Jó, van. Stream, nagyon jó! Szia, Lacek! Cső! Pillanat. Jó estét, sziasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek, hello, hello. Sziasztok, sziasztok, cső, cső, cső. Akkor van értesítés ezek szerint. Jó estét mindenkinek, sziasztok. Szép vasárnapot! Várjatok, meg keresek valamit. Nem találom. Jól vagyok, köszönöm szépen. Pont egy Temuval videót néztem. Köszi, Geri. Kösz, kösz, kösz. Jó, sokan nézik amúgy ezt a videót. Én nem is gondoltam volna. Jó estét, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Cső. Igen, megint óra nyeremény van. Így van, mert igazából a Nikitől kaptam ugye karácsonyra egy Armanis karórát, ezért én azt hordom, úgyhogy ezt a rulettes karórát lehet megnyerni ma a subgiftelőknek. Úgyhogy, ja, jó, rendben Ferenc, köszi. Ez szerintem ez egy óriási karóra. Nagyon komoly férfi karóra. Köszi, köszi, köszi. Becsődölt nálunk egy nagy bútoráruház, így szinte féláron tudtam venni új bútorokat sem, és egyelőre össze tudtam rakni. Ezt azért oda kellett rakni, botot, hogy össze tudtam rakni, mi? Mert én nem tudom. Hello, hello, sziasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek. Ja, úgyhogy kisorsolom, mert én nem tudom hasznát venni, én egy órát használok, a Nikitől kaptam azt az órát, úgyhogy ezt kisorsoljuk a subgiftelők között. Hello, hello, jól van a család, köszönöm szépen, tudom, Batad, ismerlek már, mint a rossz pénzt. Sziasztok, sziasztok. Ma rablást terveztem, illetve azt, hogy repülünk egyet. Mit szóltok hozzá? Nem? Jó lenne megtanulni azzal a géppel repülni, de majd meglátjuk, mert lehet, hogy rablás lesz. Szia, Tobi. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Úgyhogy, ja, mit gondolsz Batmanről? Én nem szeretem a Batman filmek. Ja, hogy az új tagunkról. Jó, eddig jó. Egy bútor összerakást én is megnéznék, de vágatlan. Laci, hallod, a múltkori 4 óra hosszás volt, hallod? Abból lett ugye az a nem tudom hány perc. Hello, hello, a BMW-t saját ki kell nyírni, így van. Ez a terv, ez is egy terv. Sziasztok, szia Kavasszaki, 1000 éve. Minden oké. Okay. Cső, 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 sziasztok, sziasztok. Ja, úgyhogy a subgiftelők nyerhetnek ismét. Ez egy rulett karóra. Ezt lehet megnyerni ma a subgiftelőknek. A trendhim.hu felajánlásával. Úgyhogy, ja, 51 ezer forint azt hiszem, de elég komoly. Ja, de ebbe van! Most nézem, hogy ebbe van egy kis gömbi, vagy a labda is benne van. Hogy lehet pörgetni. De durva. Ezt nem is gondoltam volna. Nem, azt nem, Ferenc, nem, nem, nem. Sajnos nem, Peti, sziasztok. Szia, Krisztina, minden oké. Jó volt a Győri Play-t amúgy. Képzeljétek el, hogy nem frakciótagok, hanem olyan emberek is jöttek fotózkodni, akik az RP-ben vannak. Sőt, az egyik srác azt hiszem a szövetséges, sőt, adminunk is. Úgyhogy tök jó volt. Tök jó volt. Tegnap mikor értél haza? Hát 7 órakor. Körülbelül 3 óra hossza tőlem Győr, reggel mentünk, este jöttünk. Nincsen rajta, nincs sajnos cápa, nincs. Nincs rajta gomb. Hát te pörgeted magadtól. Elég érdekes. De az, hogy mennyi az idő, azt hogy látod, azt mondjuk nem tudom. Úgyhogy ja. Dével nincs kép, mondtam neki, hogy sajnos lehet későn végzünk, meg hosszú az út, ezért nem tudunk találkozni, úgyhogy. Ja. Ja. Mit csinálnak az adék? Gondolom Ádiékra gondolsz. Sziasztok, holnap pedig PUBG Live lesz, képzeljétek el. Jön Széna, D, meg azt hiszem, hogy a... Hogy az Erik. Szóval holnap PUBG-zni fogunk, jó? Úgyhogy úgy készüljön mindenki. Szia Ferenc, cső. 69-en vannak már fent a szerveren? Na, mondjuk hétvége van. Mindenkinek van ideje játszani. Hello, hello, sziasztok, jó estét.
A jövő heti menetrend hétfőn PUBG, kedden és csütörtökön lesz RP, utána húsvétolunk, jó? Nem nézői, nem Sanyi, nem nézői. Húsvétolunk utána, jó? Mert a húsvét az nekünk nagyon ilyen szigorú családi ünnep, meg jönnek rokonok, meg minden, aztán akkor nem tudok streamelni. De kim van Discordon, jó? Oksa. Mik a tervek? Rablás, repülővezetés és BMW-nek a csaja kinyírása. Hogyhogy Ádék is ott volt a Playton, hát el akartak jönni, elvittem őket. Igen, holnap este lesz PUBG, szerintem ilyen 7-től 9-ig. Ja, ugyan, az időpont az ugyanaz. Ja. Igen, régi szép idők, jó kis PUBG. De halljátok, mostában néztem, játszottam egyik nap. Szia István. Játszottam egyik nap, és nem is botokat dobott be. Mikor lesz húsvét? Hát, ez alap, nem? Hát ha dolgozó, hasul is vagy, akkor is tudod, hogy jövéte húsvét, nem? Nem, nem dörög az ég, hál' Istennek Béla, de mondták, hogy valahol jégeső volt, meg minden baj van, úgyhogy óvatosan kell itten viselkedni. Holnap országos mérést írok. Sok sikert! Mi is akartunk menni Győrbe, de sajnos bejutok minket dolgon, 2-től este 10-ig majd legközelebb. Rendben, Krisztina, köszönöm szépen! Ja, 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 mi is megyünk Szentmisére. Mikor lesz respire a videó, hogy rendőrös cseréltek ruhát? Nem tudom. Szia Tibor! Hódara esett jéggel. Igen, nagyon sok helyen amúgy. Olvastam az előbb. Sziasztok! Nagyon jó az új szív. Igen, azt akartam mondani Krisztina, hogy sokan jár, hogy nem botokat dob be, hanem nagyon sokan elkezdtek újra játszani a PUBG-val. Úgyhogy tök király. Holnap PUBG stream lesz este. Tudom, hogy nem leszünk annyian, mint egy GTA RP streamen, de szerintem jó, jó kis stream lesz. Vasárnap lesz az óra átállítás is. Így van, így van, így van. Örülök, Maci Laci. Most lesz tenisz RP. Jövőre nem viszed ki az Audit MTS-re? Nem tudom, MTS, vagy hogy mondják, nem tudom, Geri. Jaj, hallottam sajnos, hogy mi történt ma Esztergomba, hogy a rally versenyen sajnos meghaltak négyen. Kisodródott egy autó, vagy mi volt? Az kemény, kemény. Subgiftelők nyerhetnek. Ma van szerintem az a Fortnite verseny, amit a két okos rendezett, nem? Tegnap meg ma volt. Csak ugye én nem tudtam ott lenni, mert tegnap Playten voltam. Ha egy subgiftelő lesz, akkor ő nyeri meg ezt az 51 ezer forint értékű férfi karórát. A négyen ma Evolution szerveren vagyunk. Ez a mi szerverünk. Lehet jönni játszani. Ja igen, Lucky írt, hogy tart a húsvéti event. És húsvét alatt lehet majd kinyitni. És a nagy színpadnál van egy tojás. Úgyhogy azzal kezdünk, jó? Nagy színpadnál felvesszük a tojást. Köszi Laki, hogy szóltál, mert képes vagyok elfelejteni amúgy. Hello, hello, sziasztok! Szakad az eső? Tegnap este is itt nálunk nagy szél volt. Le is hűlt egy kicsit a levegő. Jó, szóval húsvéti event van. Meg fogjuk nézni a húsvéti tojást a nagy színpadnál. Már múltkor is láttuk amúgy. Kettő van ott, tényleg? Köszi Krisztál 17 hónapot! Majd segítek, ha ott vagy. Köszi András Simon, jó, 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 a tojással kezdjük, ez biztos. 20 fok volt, itt is, csak este jött valami hideg szél, ilyen viharos szél, aztán azt sem tudtuk, hogy mi újság van. Indítsd újra a YouTube-ot. Én? Mostában napit sem nyitod. Azért flagban, mert nincs napi! Azért, mert nincs napi! Nagyon sok helyen van tojás, csak keresni kell. Szuper. Nem leszek ott Jimmy a Fehérvári Jogexen sajnos. Tavaly elég sok megyeszékhelyen ott voltam amúgy, de idén nem leszek ott. Akkor gól mindenki nagy színpad, ja. Ja, ja. Sziasztok! Minden oké? Okay? Hello, hello! Jó estét mindenkinek! Sziasztok! Nem sokára kezdünk. Remélem jól telt a hétvége mindenkinek. Nem kapta értesítést, pedig kellett. A csengőt ilyenkor próbált kinyomni meg vissza, és akkor lehet, hogy jó lesz. Cső, bátor! Cső, cső, cső. Szia, Szandi! Jó estét mindenkinek. Melyik szerveren vagyunk? Négyen ma Evolution! Ja, de várjatok, hogy jutunk haza? Mert ugye ott vagyunk kint a dokkoknál, ugye?
A Bika. Nagyon sokan főtettétek TikTokra, hogy a Bika jó vagy! Nagyon sokan kitettétek. Újra közlöm amúgy ezeket a TikTok videókat. Szép estét, Gábor. Szolnokon? Mostanában sajnos nem. Azt nem tudom. Először nem láttam. Aztán fő kellett kapcsolnom. Ákosnak mikor lesz az érettségi? Hát még csak 9-es, úgyhogy nem mostanában. Autót választani? Nem nagyon. Niki, azt írták a Temus videóhoz, hogy azt a WC papír tartót ne tegyétek fel, lefut róla a papír. Igen, ezt írták. Jó estét, sziasztok, sziasztok! Vagy lekérünk egy PP-s kocsit, lehet boton. Lekérjük a repülőt, nem? Bika megfulladt, az jó volt, ja. Ja. Na, mehetünk lassan! Sorsolva csak Szubira lesz, így van, eddig senki nem nyeri, hogyha egy Szubi lesz, ő nyeri ezt az 51 ezer forint értékű rulettes karórát. Mert én azt használom, amit a Niki vett nekem karácsonyra, ezt nem használnám, úgyhogy ez egy új karóra, férfi karóra, 51 ezer forint. Egy subgiftet meg lehet nyerni. Na, hasítsunk! Menjek haza repülővel. Krisztián, ez mondjuk nem rossz ötlet. Várjátok, a póló. Pólót kéne cserélnem, nem? Nem szótok! Niki, adsz egy másik pólót, légy szíves. Mert ez nem jó. Várjátok cset, mert nem jó a póló, nem szótatok. Hát nincs zöld, de valami a fehéret is. Kösz is, Toki, eddig te nyered meg! Felírlak. Hát nincs benne zöld, de valami a fehéret se. Köszi, Krisztián! Szerintem nyertél, Krisztián, azért. Megint elveszítom a munkahelyemet, Dani, meg tudod nézni? Azért, köszi! Na, jó, megyünk főközbe. Bugos a zöld háttér, ja. Nem szótok, látod? Gyors, hát csak nem a streambe öltözök át, mert akkor megijedtek. De most a Niki látja. Tetszett? Kösz. Vetkőzök! Köszi szépen, Bálint! Ez a fekete jó. Köszi, Dominik! Kedves! Na, mit vagyok? Oda szemben, mit van? Sziasztok! Jó estét! Cső! Cső! Stoki, eddig tied a karóra! Jaj, mi ez a hang? Miért van ilyen hang? 77-en vannak fönt? Köszi! Bálint, te nyertél? Mehetünk is. Jól vagyok, Henrietta, köszönöm szépen. Itt a Tutti Juice, nyomatjuk is, leírásban ott van, tudtok webshopból rendelni rögtön házhoz kartonszámra. Nyomassátok. Zero. Igen, Gábor, igen. Nyaklánc kéne, nem óra. Sajnos az most nincs, Norbi. De van a weboldalon, van 15% kedvezmény, ha használod. Várpalotán nem lesz közönség találkozóval, amikor Marci sajnos nem. Mostanában tuti, az hol van? Az Veszprém megye, vagy én vagyok a dilós? Ha szeretnék venni magamnak ilyen órát, akkor honnan tudok? Szabolcs, ír rám, van 15% kedvezmény rá kuponkódommal, jó? Úgyhogy tudsz vásárolni is magadnak, de van rengeteg óra amúgy. Ez ilyen elég. Én, amikor megkerestek, én nem is tudtam, hogy amúgy ez egy ilyen nagyon híres, 230 ezeren követik őket, Instán. Persze, Máté, de az udvarba fogom használni, úgyhogy ne gondolj ilyen, hogy olyan nagy drónra. Veszprém megy a pont Veszprém mellett. Na, akkor jó tudtam. Akkor jó vagyok földrajzból. Köszi, Dodesz, a 19 hónapot. Köszi. Eddig Stoki! Eddig te nyered az órát. Egy subgifót. Infinity elment a szerverről, hát pár ember lett kibannolva csak. Szia, Ervin! Nem, Krisztián, nem tudom megnézni, hogy mikor nyertél, az biztos, hogy nyertél. Ja. De Máté, nem jól tudod, nem, ilyen alap drónoknál nem, az ilyen nagyon komoly drónoknál kell. Rendben, Ferenc.
ez mi? A múltkoriba be tudunk lépni? Azt se tudom, mi volt a jelszavam! Köszi, Jimmy! Jimmy, eddig te is 50% esélyetek van megnyerni. Na ez most ilyenkor mi? De nem tudom a jelszavamat. Regisztráljunk újat. Új kell. Azt se tudom, mi a Discordom. Azt se tudom, hogy mi... Ja, hogy kapok e-mailbe ellenőrző kódot. Köszi, Geri! Írlak is! Regisztrálni kell újat. Remélem megkapom amúgy az e-mailt. Tompa alatt, Tompa nincs messze. Remélem kapok megerősítő kódot. Itt be a kódot, 1234. Gondolom nem az a kód. Jó estét, sziasztok, aki most érkezik. Vagy kéretlenbe teszi? Nem hiszem. Kéretlenbe elég sok a szkem amúgy. Nagyon nehezen kaptad meg a kódot? Tényleg? Tehát akkor ezt nem értem. Mert én se kaptam kódot. Mindjárt megkérdem Pediéket, hogy mi van ilyenkor. Várjatok. 84-en vannak fönt. Cső! Szia, Daniel! Hogy kapom meg a kódot? Mert nem jön a kód. E-mailben nem jön a kód. Melyik fajta kép van? Jó, de várjál, de megjött. Jó, akkor... Jó, oké, mire beléptem, ma megjött. Jó, köszi. Nincs mit. Jó, ez miért van, srácok? Vagy mit mondjuk a nézőknek, hogy még kell ilyet? Hát egy picit is, amíg felismeri a... Ja, a login panel azért kell, amikor valaki újra rakja a számítógépét, igen? És eltűnik a karakterje, ez pont azt az miatt kellett a login panel, vagy ez a regisztráció, hogyha valaki egyszer regisztrál, újra rakja a gépét, akkor nagyon az jó. Akuntja megmarad, és a karakterjét visszakapja egyből. Jaj, nagyon jó. Oké, ügyesek vagytok. Jó, köszi. Ennyit akartam. Cső. Jaj. Hello. Na, chat, akkor ez egész jó. Én megkaptam az e-mailt, csak türelmetlen vagyok. Már korán reggel. Jegyezze meg! Azonosítás nem egyezik. Hát de miért? Felhasználó név e-mail. Jézuska. Sikeresen bejelentkeztél, jó, működik, szuper. Itt vagyunk! Nagyon jó, chat! A subgiftelők nyerhetnek egy 51.000 forint értékű karórát, rulettes, ráadásul férfiaknak tökéletes. Nem tudom, Laci. Addig hárman Stoki, Jimmy és Geri jelentkezett. És ennünk kell, mert éhen fogunk halni. Sziasztok, jó estét mindenkinek! 86-an vagyunk fent a szerveren, mi történt? Ez kemény azért. Mostanában nem voltunk ennyien. Kicsit megcsappant a létszám. Arra gondoltam, chat, hogy... Köszi, Kupi! Arra gondoltam, hogy rabolhatnánk, illetve gyakorolhatnánk kicsit repülőt vezetni, de... Szerintem úgyis sodródunk az ára, főleg ha ennyien vannak fent. Ja, meg a nagy színpadhoz a tojásé. Igen, azzal kezdünk. A nagy színpad tojás. Fel kell venni a tojásokat, és húsvétkor lehet kinyitni, jó? Ez nagyon fontos. Lehetne ez a régi háku. Itt a dokkok, na ne idegesítsé. Viszont chat, itt most meg kell állapodnunk. Mert rádiónk sincs. Ja, de van, nem ázott el?
Mert az az igazság, hogy innen haza kéne jutnunk. Taxi? Nem, el van ázva. A telefon nem is tudom elővenni. Ja. És azt látod, hogy mi lehet a tojásba? Azt nem! Azt nem tudom, hogy mi lehet a tojásba. Itt most vagy leadodunk magunknak egy autót, mert itt autót teszteltünk, vagy elkezdünk futni. Szia Vivian, köszi még egyszer, hogy eljöttetek a kedves férjeddel és találkoztunk, örülök neki. A repülőnek kéne a lehívója. Menjünk repülővel! Menjünk repül... Akkor nézzük meg úgy, hogy menjünk repülővel. Kérjük-e a Pedinek, a Peditől lehívót. Jóval. Hallod, Pedi? Igen. A repülő lehívóját oda tudod adni, négyszer, nem találom. Melyik repülőjé kell? Fú, hát nem tudom. Ilyen alap repülő. Luxor Y-nal. Jó, köszi Peti. Köszi. Cső. Hello. Szerintem meglepődnek. Na, chat, menjünk repülő. Nem helikopterre, nem. Hát nem erre gondoltam, de azért ez is kihívás lesz. Menjünk! Köszi Dominik, jó munkát kívánok neked. Hát ez... Nem tudom, chat. Én ebben nem vagyok biztos. Szerintem menjünk az úton, nem? Kell egy felszálló pálya. Hogy szállok fel? De miért hiszem azt? Numpad 5-ös, de nincs numpadom! Nincs numpadom, érted? Igen, légy szíves, Söcsi. Hosszan tartod az egeret. Igen. A bal klikket és lefelé húzod az egeret. Jó, és ekkora leszálló pálya elég rá? Igen. És folyamatosan kell nyomni a jó. Itt maradok. Jó. Dehogy nem, ne aggódjam, Ecsi. Mondtam, hogy megoldom. Na, igen. De menjek előre? Dehogy, Ádi! Hát hiába! Dehogy robbad. Na jó, szálljál fő, Ecsi, mert ez most majd éges. Hát ez nagyon vicces. De amúgy miért nem helyben lesz? Cső, jasszus. Azért mert ezzel akarok megtanulni vezetni, mert nincs numpadom. De tudsz helyit vezetni numpadom. Jó, de én ezt akarom megtanulni. Cső, ez nagyon gáz. Subgiftelők nyerhetnek egy karórát, cső, cső, eddig hárman jelentkeztek. Na mondjuk lehetem elég a munkat, de nem tudom. Jó. Na nézzük az Ádikát. De várjál, Ádi, kiszálltál! Várjál. Köszi Kex a 4 hónapot. Na tessék, na szállnám. Na nézzük. Nem elég nagy a távolság, de amúgy jön. De mi az, hogy nem elég, Ádi? Hát nem is kezdett te főszállni. Azért az Ádi jó megmutatta, chat. De fő tudnál szállni el. Dehogy tudnál főszállni, hát. Rávettem a lábadra a székkel. Jó napokat. Rágurultam a láb. Bocsi. Nem baj. Bocsi, de ez. Hello. Szia Széna, mi újság? Jöttem. Figyelj, az a helyzet, hogy
hoztak ide nekem egy gépet, és akkor ezzel kellene felszállnom. Persze, te tudod, hogy kell felszállni, vele tudod vezetni? Félj, mert akkor hát, te pilóta vagy. Gyorsan meg akarunk halni, akkor persze. De nem, te pilóta vagy, nem? Én olyan pilóta vagyok, de olyan... Na, akkor vezessed, gyere. Itt hozták a konténerre. Amúgy tényleg nem tudom vezetni. De chat, valaki mondja már meg, hogy lehet főszer, mert az Ádika is próbálkozott egérre. Mi? Hétre menni kéne a kupolához. Hétre a kupolához? Hát azért repülővel kell menni. Mi lesz a kupolánál hétkor? Jön egy csávó, aki megszedte 300 darab puskaport, meg szeretne csatlakozni. Igen. És mondtam neki, hogy jó, hogy vasárnap hétig szedje meg a 300 darab puskaport, és vasárnap hétkor találkozunk vele akkor a kupolán. Reptérre menjünk? Jó, figyelj, a kocsit akkor hagyd itt, és akkor mondd a számod, elmenjünk a reptérre, jó? 38. Jó. Csát, akkor menjünk a reptérre. Ja, bringet kell írni. Szia! Na, figyelj, akkor itt főszállunk a repülővel, jó? Hű, jó. A nagy színpad. Na, gyere, szállj be! Ádi, ne segítsél. Be tudsz szállni, Széna? Persze, első osztályú. Akkor ezek... Az egeret húzzam lefele? Oh! Jelölt be Széna! Jelölt be a kupolát! Oh, nagyon jó vagyok! Jelölt be a kupolát! Azt mondja, nem jó, chat. Valami nem jó. Azt mondja, szerintetek túlélte? Hagyas volt a száma? De Peti mi ezt mondta? Te túlélted? Túléltem. Hát ez így nem jó. Nem tudom vezetni ezt a gépet. Jó, menjünk vissza az autóé. Ja. Csát a live végén szórakozunk ezzel, mert ez felidegesít. Hogy lehetek ilyen béna? Szerintem jól ment. Jó, megyek Máté, csak... De szél autója sincs itt most már, érted? Ja, de ott van. Megyek. Hello, ott az autód. Szóval chat, a számgiftelők nyerhetnek egy ilyen karórát. 51 000 forint értékű, eddig hárman jelentkeztek rá egy rulettes karóra. Sőt, üdesz, na menjünk kupolába. 89-en vannak fönt. Mi történt? Köszi. Köszi, Tüdesz. Megyünk. Na, szóval, megyünk a kupolához? Hát, igen. A live végén megtanulunk vezetni, jó? Ajjaj, füstöl. Mi? Valamiért füstöl a kocsim. Hát nem tudom, nem tartott karban azért. Köszi, Kex, felírlak. De. Írlak, Kex. Nem, ez jó repülő lesz, csak hogy megtanulunk vele vezetni. Helikopter az nem jó, én repülőzni akarok. Na, és akkor mit kell tudni erről az emberről? Én találkoztam már vele? Nem. Ő keresett munkát. Igen. Fölhívtam. Igen. És ugye aznap pont nem bírtunk vele találkozni. Igen. Így én még beszéltem vele egy gyors a telefonon, hogy akkor mit tudom én gyorsan ilyen munkát adtam neki, hogy 300 darab puskaport szedjen vasárnapig. Igen. És akkor vasárnap mondtam neki, hogy akkor vasárnap tudunk vele találkozni. Írlak, Martin.
teszi. És akkor megcsinálta ezt? Vagy átadta már nektek a cuccot, vagy most fogja átadni? Majd most fogja átadni. Jó, király. Cső, Laki! Ez volt. De jó, utánunk jön a rendő! Ja, az mentő, jó van. Ki nyerte? Az órát a live végén sorsoljuk. Személyi igazolvány miatt fog megtetni, nem a papírja a kocsinak. Nagyon jó. Normális vagy. Értem, mi a szusz. Szina, el kell mondanom valamit. Állj meg, légy szíves. Szarvas, gyászolod még? Még kicsit igen, miért? Jó, mert fülembe jutott az a történet, hogy a róka szerelmetlenét. Mit szólsz hozzá? Nem mondta úgy konkrétan senki, csak láttam a szemén, hogy retina pettingel veled. És ezt vettem észre. Most nem azért, hogy itten kerítőt játszak, csak észrevettem. Jó. Jó, majd megkérdezzük. Jó, mehetünk. Miért? Nincs olajad? Olajam? Nincs a csomagtartóba? Nézd meg! Vigyel, megnézem. Ez az olaj már. Köszi, Asus, kösz. Csomagtartóba. Jó, fő kell nyitni a motorháztetőt. Szerintem van olaj. Jó, találtál? Találtam. Akkor nyomassad, egyet. Légy szíves, nyomassad. Szarvas, ő elment magánéleti dolgok miatt, ő elment a frakcióból. A motorháztető. Letekerem itt a kupakot, beletöltöm a friss olajat. Javult fix kártyám. Jó, rendben, jó erős. Ó, bár fel is ment a mutató! Lecsukom a motorháztetőt. Ó, de jó. Jó, köszönöm. Köszi, LKJ felírlak. Itt vagyok, megyünk a fölnivel a kupolához. Ha gondoljátok, gyertek oda. Ja, a többiek nincsenek ott? De vagyis, hát én csak jöttem, érted? Ja, jó van. Otthonról jöttem. Holnap PUBG Live lesz. Megmondom az őszintén, kiment a fejemből, hogy jönni kell, érted? Nem is mondta senki, hogy jönni kell, értem. Csak ott hagytak, mert autókat teszteltem, tudod, a konténeres autókat. Hát tudom, hát ott voltunk utoljára. Ja. Csak mondottam, emelkedtem a... 1000 forintos tagság nem benni. Kilencenen vagyunk fönn, most már nem voltunk ennyien a szerónom. Széna? A líder, igen. A líder lett, igen. Ki van ez a csó... Álljál meg! Lehet, hogy ő. Álljál meg! Haló? Nem áll meg. Ő, de, jó, lehet, hogy ő az. Én megölöm, nem, ez már... De itt van. Jó napot! Szép napot! Bocsánat a késésért. Semmi gond. Csak itt az autó, itt a gondok. Jó napot, szemetes zsákhajú. Szép napot kívánok! Köszi, Éva! Na Széna, akkor légy szíves, tájékoztasd az urat, meg engem, hogy miért vagyunk itt. Na, itt az úr keresett munkát. És ugye én fölhívtam. Hát és ugye sajnos nem volt időnk akkor találkozni. Felhívtak Éva. Igen. De sokkal fontosabb dolgunk volt. És az eléggé elhúzódott. Igen. És én még beszéltem vele a telefonon, és adtam neki egy kis munkát addig. Hogy szedjen össze 300 000 puskaport. Igen. Ez már van, uram? Igen, megvan. Megcsinálta az egészet? Itt is van. Megcsináltam az egészet. Ha, nézzük meg! Nézzük meg! Adja át. Adja át. Nekem. Ciao. Csá. Szevasztok. Jön nekem a többiek. Kedvenc száma. Szevasztok. Nekem a 167. Szevasztok, Tüdesz! Mi van, te kobold? Hallod semmi. Átadta. Ó, átadta az egészet. Szevasztok. Jó nagy zsákba van. Ajándékot így.
Ó, köszönöm, szeretem a kaparós sorsét. Honnan tudtad, hogy függő vagyok? Csak úgy gondolom, hogy valójában jön. Gondolom, hogy függő. Gondoltam rá, hogy biztos szereti a... az úriember a kaparós sorsét, és... Chat, vegyük fel! Bevásárolok belőle egy kicsit. Persze, káros szenvedély, igen. Igen, de óvatosan kell bánni vele, mert elvihet. Főleg az online kaszinó. Na, az még durvább. Igen, csináljunk bele a vlogot, vagy később? Nem, majd később. Okay. Jó, oké, okay, megcsinál. Mikor adtad neki ezt a feladatot, Széna? Fú... Hát amikor föl... Aha. Mikor hívtad föl? Csütörtökön talán? Szávasz, Kobra! Csehá, sziasztok! Csütörtökön, nagyon jó. Jó, hogy hívnak téged? Adam Kristóf, vagyis Adam Kristóf. Állam Kristóf. Ádám. Kristóf, értem. Figyelj Kristóf, három kaparós sorsét hoztál nekem, ugye? Igen. Jó, hogyha egy nyer a kaparós sorsét közül, akkor felveszlek, mit szólsz hozzá? Ez melyik filmben volt az, hogy ha állsz, akkor nem nyírlak ki? Melyikben volt az? Ez az én, azt én szoktam rendezni. Ja, de az melyikben volt? Valamelyik sorozatban, Netflix-es sorozatban volt, nem? A Narkozba, a Narkozba, abba! Csá! Na nézzük, kaparom is. Első. Valaki vegye föl? Valaki vegye föl? Nyertem 200-at. Nagyon jó. Második. És mennyire vagy megbízható, Kristóf? Nagyon megbízható vagyok. Az mit jelent? Foglald össze. Jól tudok lőni, vezetni nem nagyon tudok. Igen. Jól tudok csapatban dolgozni. Igen. Semmi, felvettem blogot. És szeretek minden egyéb dolgot csinálni, például bepiszkolni a kezemet, meg ilyesmi. Köszi Kex, 300 like-t az újabb 5 sub gift. Vegyük föl chat. Tudom, hogy nem emlékeztetek erre, de volt egy nagyon kihagyásom itt a városban. De voltam már más bandának tagja. Nem voltam. Nem voltam. Nem tudok. Most ez... Jó. Tüdő feladta? Megint idegben nyit ez az állat. Jó, figyelj Kristóf. Mennyi időbe telt, mire ezt a feladatot megcsináltad? Mennyi idő volt, mire összeszedted, amit a széna mondott? Három nap alatt. Három nap alatt csináltad meg. Jó, mik a céljaid, hogyha közénk fogsz tartozni? Megvédeni a főnökséget. Meg... Vegyük fel! El akarom tüntetni a városból összes más bandát per... De egy gyerek? Rossz akarú embert. Értem, értem. És a városban mikor érkeztél? Lassan egy éve. Nagyon régóta itt van. Lakok ebben a városban. Repülőt tudsz-e vezetni? Tudok, még nem vezettem, de tudom. Sokat gyűjtött, aha, ez igaz, hogy meg... Azt hogy csinálod? Hogyha nem vezettél, de tudsz. Lehet, hogy szimulátor vagy gyakorós srácok. Nem, József városi piacon vette meg az épületet. Más városba kellett helikoptert meg repülőt. Ja, értem. Jó, gyere, négy szem közt akarok veled beszélni. Köszönöm. 300 like, te újabb egy subgift, köszi! És egy karórát lehet nyerni, aki subgift-tel, köszi! Chat, mit mondtok? Más még ennyi se csinált és fel... Ja, most egy ilyen hibával, hogy nem tudhatnál. Ja, ez most necces azért, de nem mondanám azt, hogy nem érdemli meg. Kristóf, mennyi pénzed van? Most bankban 640 és kézben 208 jelen pillanatban. Rendben van, akkor 100 000-et nyújts át, hagyd nézzem meg, hogy eredeti a pénz. 100 000? Igen. 640 dollárom van csak. Ja, azt hiszem, hogy 200 000 van nálad. Ja, értem. 208 coinom van csak.
És a számládon van mennyi? 640 coin. Vagyis 640, igen. Ja, azt hiszem 640 ezer. Nem, nem 640 ezer, csak 640. Forint. Tudom, vagyis coin. Forint. És mit tudsz felkínálni a csapatért azon kívül, hogy oda teszed magad? Mibe válnál hasznunkra? A csapatba a szívemet áldoznám bele. Ha valaki meghal, aztán ha valaki meghalna a csapatból, én meg utána mennék, aki megölt épp a csapat tagját. Utána mennék és buszut állnék rajta. Mit jelent számodra a család? Azt jelenti a család, hogy hogy jó mulatás, együtt iszogatás, meg ilyesmi nálam a család ezt jelenti. Meg hülyéskedés például, bankrablás. Hülyéskedés a bankrablás? A bankrablás számodra egy hülyéskedés? Nem, az egy igazi játék. Hogy a túlszágyalás, meg a többiek, azok egy játék. A rendőrséggel. Szeretsz játszani a rendőrséggel? Szeretek, meg itt szeretem néha büntetni a rendőrséget. Hát ez nagyon jó! Értem, és figyelj, mondok egy szituációt neked, Kristóf. Itt van ez a nő. Ő egy alfőnök. Én vagyok a főnök. És ez a nő elkezd engem sértegetni. Mit csinálsz? Akkor szólok neki, hogy fejezze be a sértegetést. Igen, és hogyha megüt engem? Akkor szólok egy... az egyik másik főnöknek. De én vagyok a főnök, már csak fölötte. Akkor a másik... Én bírom ezt a csávót. Szólok önnek, hogy beszéljen el vele. Én bírom ezt a csávót. Főnöknek szólok, hogy beszéljen el vele, hogy... Mi ez? Jó, figyelj Kristóf. Úgy gondolom, hogy meg fogsz érdemelni egy esélyt itt a csapatban. Viszont nem szeretném azt, amit a többiek is páran, az újoncok azt képviselik, hogy... ígérnek fűt, fát, tudod? És egy hét múlva, egy hétig tartják az ígéretüket, és utána megy minden a levesbe. Vagy nincsenek a városba eleget. Most volt elég a hazudozásban. Mié? Gyere velem. Kristóf, maradj itt, jó? Ne mozdulj, mert akkor le fognak lőni. Én adnék neki egy esélyt. Valami van. 300 like, ne! 5 sub gift chat! Főnök. Mi a baj? Nem szimpatikus. Ne? Össze-vissza beszél. Figyelj, egy kicsit dilós, na! Mondom, azt se tudja, hogy mi van, össze-vissza beszél, emlékszik, mégsem emlékszik. Ez gyanús, ez a csávó. Nem csak mit. Én felvenném chat. De miért nem szimpatikus? Attól, hogy egy kicsit... máshogy fogalmaz, attól függetlenül szerintem jó ember. Hát, nem tudom. Nézd, kezdő nem szerint... Nem. De nem, hát azt mondta, egy éve itt van a városban. Nem lehet kezdő. Ne legyen sértő. Na, fejezd ki magad szépen. Olyan a haja, mint a meleg víznek. Úgy néz ki, ez egész csámú. Hát te szemszörű! Itt a meleg víznek! Ezt én nem értem, chat! Hát én ezt nem értem! De széna! A mi csapatunkban az elfogadás a lényeg, nem? Milyen a hajon? Egy meleg víznek! Széna! Én tudom, hogy nem akar sértő... Hát én ezt nem bírom. Nem akar sértő fogalmazni, de attól, hogy valakinek ilyen a haja,
és más a nemi identitása, attól függetlenül szívesen látjuk a csapatba. Az, hogy Dilós, emlékszel Blackre? Emlékszel Blackre? Igen. Na, ő is Dilós volt, és mégis szerettük a maga módján. És szerinted, most mondok valamit. Ez jó, Daru. A szarvasnak még durvábban meleg vízfeje volt. Na, ezt azért... Mit csinálsz, hogyha most például valahol leülünk pihenni, vagy megyünk valahol mellédő, és megfogja... Hát megkérem szépen, hogy nem, mert én ezt nem fogadom el. De attól függetlenül nem ítéljük el. Attól függetlenül, szerintem egy normális csávó, attól, hogy majd elviszük fodrászhoz. Hát most, hogyha neked nem, te nem járni akarsz vele, vagy mi van? Isten, fúj, na. Nem. Csetti, mit mondtok? Én úgy fővenném le... Figyelj! Azt mondod, hogy egy éve már itt van a városban. Szerint megcsinálta azt. Emlékszel, hogy mit fog? Aki megcsinálja azt, amit kérünk tőle, azt felvesszük legalább próbaidőre. Most, hogyha a próbaidő nem teljesít úgy, ahogy elvárjuk, akkor kirakjuk. Ennyi. Csak én szerintem felvenném. Vegyük föl. Figyelj, adunk neki egy lehetőséget. Mit szólsz hozzá? Én felvenném. Jó. Jó? De hogyha egyet elbakizik. Jó, akkor megy. Hát a próbaidő, ez a lényege a próbaidőnek, érted? Abba a helyzetben fogom ülni a melegvizet. És az lesz. Most lesz a meccse, nem vagy melegvíz. Rendben van. Oké, akkor tájékoztassuk, légy szíves. Jó. Igen. Én is a próbaidős tagság, ez ennek a lényege. Na figyelj, Kristóf! Itt vagyok. Jó, figyelj, egyetlen egy lehetőséget fogsz kapni a csapatba. Amit az előbb magyaráztál itt nekünk, hogy nem emlékezhetnél rá, meg ilyen, ezt el kell felejteni, mit szólsz hozzá? Ez már egy olyan ok lenne, hogy nem tudunk felvenni téged, viszont 100 000 koiné megkönnyörülök, érted? És fel foglak venni, mit szólsz hozzá? Rendben, ahhoz egy kis idő össze kell gyűjteni. Szegény. Vicceltem, jó? Nem kell semmit fizetned. Én úgy gondolom, hogy van benned lehetőség. Én tudom, látom rajtad, hogy igyekszel. Látom rajtad azt, hogy ide akarsz tartozni. Úgyhogy egy próbaidőt tudunk neked ajánlani, és hogyha teljesítesz mindent, és nem lesznek ilyen hibák, mint az előbb, akkor egy jó helyet tudunk neked biztosítani itt a családban. Rendben van. Jó? Hogyha ez így megfelel neked. Megfelel, persze. Jó, rendben, Kristóf, számítunk rád. Légy szíves, most hazamegyünk, elviszünk téged haza, megmutatjuk, ahol lakunk, és addig ez alatt a 10 perc alatt az esküdet gondold át, és le kell tenned. Rendben. Jó? Széna, tájékoztasd a többieket, hogy hazamegyünk, és felveszük ezt az embert. Jó. Kristóf, maradj még itt, légy szíves. Igen. Fordulj felém. Az a helyzet, hogy itt most előtted az esélyeidet itt a csapattal szemben, viszont én, mint főnök, biztosítok neked egy lehetőséget, úgyhogy ne okozzál csalódást, légy szíves. Rendben. Megint a jó szívem, csak olyannyira sajnálom. Igenis, értettem, főnök. Nagyon jó, számítok rád, még az is lehet, hogy egy ilyen baki után te leszel az egyik legjobb ember a csapatba. Rendben. Nem hallom. Értettem. Nem hallom! Értettem. Nem hallom! Értettem, főnök. Rendben van. Gyere, megyünk haza. Csett, szerintetek? Én bízom. Olyan kis aranyos. Most adjunk neki egy lehetőséget, nem? Leteszi az esküt. Remélem kitalálja majd. Na mi újság? Itt vagyok! Figyelj már! Igen? Gyere! Azt mondta a szén, hogy felakajátok fel mi ezt a szemben. Fő is fogjuk! Oké, nagyon jó. Igen? Annyi, hogy egy ember elvéleti megcsinálni neki a ruhát, vagy kell neked feltétlenül? Figyelj, most hazamegyünk, felvesszük, leteszi az esküt, mondtam neki, hogy találja ki a szöveget, tegyen az esküt. Utána persze egy ember elég rá. Miért van dolgunk? Jó. Aha, hát 10 zártjának akarunk egyszerre, remélem. Micsoda?
10 ATM-et akarunk egyszerre kiszedni. Aszta! Nagyon jó! Oké, akkor vigyük haza, felveszünk és akkor nyomhatjuk. Nagyon jó. Ja, azért. Nagyon fontos. Jó, azt nagyon jó. Azt cuccokat és akkor nálatok találkozunk. Jó, akkor nálatok, addig felveszünk a csávót. Jó, gyere velem, köszi. Gyere velem, Bobka. Szia, Bika! Jó vagy, Bika! Gyere. Chat, ez jó. Milyen kocsit van, Bika? Megyünk haza. Na, chat, ez jó lesz. 56 like, chat, és 5 subgift. Aki subgifttel nyerhet egy ilyen karórát. 51 ezer forint értékű rulettes karóra. Na, menjünk. Nagy színpad, Geri Bakker. Nincs világítás. Bika, kapcsolt fel a világítást, normális vagy? Ki van égve az izzó? Jézuska, Bika! Szerintem ez egy jó srác amúgy most is. És figyelj, lehet, hogy pár dolgot nem. Sötétben is lát, érted? Csáó, ott maradtad tényleg? Mivel jött oda? Hallod, Bika, van rádiód? Egy, igen. Mondd már, hogy a csávót reméljük elhozták onnan. Figyeljetek már, a csávót elhoztátok? Hozzák haza. Ez egy rendőrautó itt? Esik az első kubusnál. Ja, hozzák haza. Szerintem hozzánk is kaphat egy esélyt. Jó srác. Megcsinálta, amit kellett amúgy. Nincs vele probléma. Bocs, hogy lassan mentem, csak közben cigarettáztam. Nem baj, Bika. Mit dohányzol ennyit, hallod? Rosszul leszel, nem? Dohányzol ki, és nem tudom sosem jelni. Miért? Tartasz tőled? É? Na mi van? Voltál ezért? Peckázni? Nem voltam! Csütörtökön megyek megfogni a húsvéti halat. Yeah. Persze. Na de ne ide állj az út! Bika, normális vagy? Ne ide állj az út! Ja? Beállom! Hányan vannak fel? 89! Főnököt be kell vinni az oltár elé. Ja, köszönöm, Bika! Te aztán gyorsan tanulsz. Jó. Akkor Széna jöjjön a főnök irodába. Azt megerőtötték a... Szénát küldjétek be meg az új embert a főnök irodába. Kivezette? Nagy színpad. Na de kéne. Húsvétre nyulat kell fogni, nem halat. Nagy pénteken böjt van, akkor mi halat szoktunk enni. Vagy más, de nem ez a szokás. Írjátok le. Chat, el kell mennem pisíni. Mindjárt jövök, jó? Az ATM, 10 ATM-et akarunk rabolni. Tényleg, bocsánat, ha valaki nem vallásos vagy valami, csak hogyha nem is vallásos valaki, akkor nagy pénteken halat szoktak enni, nem? Ez olyan, mint hogy szent este. Ide közel. Vagy csak úgy működik egy bűnből. Mi a neved? Adam Kristoff. Rendben. És légy szíves, arra meg szeretnének kérni, hogy fejben írjál rám, írd le a S-betűs nevedet is. S-betűs nevem? Igen. Ja, rendben. Egy fél pillanat. Oké. Okay. Nem vettem le a hangot. Talán nem trollkodnak annyira. Na mi újság? Megvan? Tess
esküm? Mi? Az esküm, amit mondott? Az esküt az kint kell, Kristóf. Rendben. Jó? Rendben. Szerintem ez egy jó csávó amúgy. Értettem főleg. Szerintem ez a Biko 2, nem? Cső Béci. 300 like, ne 5 subgift chat, de lehet nyerni a subgiftelőknek. Szerintem ez egy jó csávó. Nem tudom amúgy, hogy hogy van, mert húst nem eszünk, de a hal nem számít húsnak, nem tudom. Nálunk ez ilyen családi szokás. Jó barátok lesznek Bikáma, szerintem is. Meg én nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan akarnak velünk játszani, igyekeznek. Figyeljetek, megcsinálta azt, amit Széna kért tőle. Most attól, hogy most mondott egy ilyet, hogy nem emlékezhetne rá, most jó, oké, bocsátos bűn. Értitek? Ennyi baj legyen. Na mi újság? Sikerült, Széna? Igen. Jó, oké. Kristóf, akkor gyere. Letérdesz előttünk Szénával. Térdelj le, és akkor tedd le az esküdet. És utána megyünk, mert dolgunk van. Egy fél pillanat. Ja, megoldásra kell gondolni? Kiderül. Ja, ponty. Ja, Robi, ponty. 91-en van fent a szerveren. Hol találom meg azt a... Megnyomod, gondolsz a T betűre, per E és surrender. Megadásra. Megadja magát nekünk. Most más nem tudok. Egy fél pillanat, akkor... Szia Tamás, cső! Ja igen, elvileg nem számít 20-nak, ja, 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 meg egészséges is. 33 like és még 5 sub gift, köszi Kex! 98-an vagyunk fönt hirtelen, ja, nem, azt jelezte 92-en. Nem alázzuk meg, Roxy, ez egy eskü, amit le kell tenni. Na, tedd le az esküt, Kristóf, így van, és akkor hozzánk fogsz tartozni. Egy jó esküt mondjál, légy szíves, amivel elnyered a bizalmamat, illetve Széna bizalmát. Az az esküm... Én szeretem ezt a csávót. Család életére esküszöm, hogy meg fogom védeni a családomat. Szerintem ez korrekt. Ha bármi baja is történik a családnak. Bármi áron, Kristóf? Bármi áron, igen. Bármi áron. Rendben van. Állj fel, kérlek. Üdvözlünk téged a csapatban. Számítani fogok rád. És bízom benne, hogy nem fogsz csalódást okozni. A többiekkel majd szeretném, hogyha jobban megismerkedjél. Viszont most Rendben. Dolgunk van. Széna, már felvetted itt őt a nyilvántartásba? Pontosan. Rendben van, akkor egy rádió... Gyere, megmutatjuk a tárolót neked, és akkor rádió, telefon kell, hogy nálad legyen. A 13-as frekvencia közös rádió a szövetségesekkel, ez a védett frekvenciánk, úgyhogy arra kell felcsatlakozni, jó? Rendben. Gyere. Rendben, értettem főnök. Szerintem ez egy korrekt csávó, most lehet, hogy... Nem tudom. Szerintem nem játsza meg, hogy ilyen, nem? Nyújj meg, sajnálom. Ne, olyan kis cukik. Aztán Széna, megyünk is, jó? Mert 10 ATM-et kirabolni az azért elég necces. Jó. Veszek én is ki kaját, meg piát szerintem, ja. Itt tudsz kaját, piát kivenni magadnak, jó? Illetve, ami kell neked, viszont a tároló meglopása halállal végződik, jó? Rendben.
Jó, vegyél ki. Értetem, főnök. 3 napot adtok meg? Nem, szerint sem. Mi vagytok ilyenek? Szerintem nem. Széna. Ja, fölmegyek rádióra. Csak kell nekem egy másik. Megkérdezem, hogy kell-e fegyver mindenkinek. Kai. Itt vagytok? Jó, 6x6, akkor pandem jöhet még, akinek van. Hallott, Tüdesz? Igen. Kell fegyver mindenkinek? Adjunk mindenkinek, vagy nem? Szerintem igen. Jó, oké. Nem tudom, hogy fog ez elsülni. Akkor akinek nincs fegyvere tőlünk, jöjjön be a fegyverraktárba. Köszönöm. Lőszert is lehet ott kapni. Lőszert is, igen. Széna, kiosztod a fegyvereket, légy szíves. Kristóf, most átöltözni nem lesz időnk, viszont rendben. Fegyvert fogsz kapni az akcióra, jó? Úgyhogy a maximumot várom el tőled. Rendben. Szerintem ez egy nagyon normális csávó. Most, hogyha megjátsza magát, én akkor is mondom neki, hogy nagyon jó, de én nagyon sajnálom. Én nagyon bírom ezt a csávót. Hangos vagyok? Bocsánat. Szerintem? Akkor... Hallod, Erik? Itt van Benny is. 98-on vagyunk fönt. Ez tök jó. Tundrát vigyük? Az lassú, nem? Mindenkinek izé terepjáról kell, vagy lehet jönni magánautóval is? Nem. Összesen 10 darab terepjáról kell. Hát, hogy lefoglalni, de hogy is. Szerintem csak tényleg ilyen. Jó vagy, Erik? Kell, akkor az egyiket vezetem. Mennyi van terepjáról van most itt kint? Persze, jöhet. Szerinted a tundrát vigyük, vagy üljünk be valahova máshova? Na, vigyük a tundrát. Én jó. Viszok egyet majd. Ez is van. Aha. Már csak jó, 22 akkor, like és 5 subi. Köszi. Jön utána a legközelebb publikban 3 ember valami kocsival, jó? Meg kettő, van minden. Kettő ember. Nem vágom ezt az akciót. Meg van minden az ATM rabláshoz. Meg te tudod a széknek, igen, még az valami hangesztőkkel. Hát jó, de... Nem tudom, megkötél. Akkor mi sorolódunk az árra. Oké. Ja, le kell a tárolóba rakja, ide rakja be a lőport, vagy a főnöki tárolóba. Egy ember fog jönni egy sportautóba, és követni fogja majd a terepjárót. Valakit kell megvinni publik? Szia! Csá! Sziasztok, mi újság? Kérhetünk de itt vagy a rádió? Ja, Szénának tő kérje, jó? Neked kell bármi, valami? Hát pont igen, azért jöttünk, kéne. Gyere! Valóta? Igen? De nem arra, Kai. Akkor az... Nem fér ide be, ja de ide, ide fér. Lépnem kell, majd leszek. Jó, oké. Okay. Jó, aki mit adott? Más nem adott? Egyik raptorban van 3 hely. És bocs, 2. Menjünk bikával, nem? Megyek bika. Menjünk bikával, szerintem. Live végén sorsolás. A kobrán kívül még egy hely van valaki. Jön még széna, meg. Jön még széna. Akkor tele vagyunk. Meg én is jövök. Itt vagy, Bika? Gyere ide, kobra, hova mész? Hallod, Bika, légy szíves, aki a Bajmar rádióba, kösz. Hallod, Bika? Ez füstöl, nem? Nem köszi, füstöl, Tamás. Csak a kipufogójából, izé. Túl sok benne az olaj. Köszi, Tamás, írlak fel. Ide kérek? Én is úgy láttam egyébként, mikor beszéltem. Johnny, itt vagy, de jó! Mindig itt meghallom jön. A hangot, ha a nyugodtság árad belőlem. Olyan ez nyugtató hangod van, hallod, hogy hihetetlen. Na de figyeljetek már, akkor ketten vagytok? Az újonc hova megy, Széna? Hát itt áll az autó mellett, a másik oldalt. Jó, akkor ti szálljatok be ebbe az autóba, én megyek mással, jó? Nem kell olaj, Bika? Menjetek. Jó, akkor Széna, menjél mással, jó? De, hol vagy? Jó, szállj be ide, jó, Kristóf? Kell olaj? Ne csináljuk meg az autót, Bika? Akkor szálljál ki! Köszi, Letti.
Jó, te lesz, Johnny, neked nem kell? Jó, oké. Töltsél bele olajat, fölnyitom a motorháztetőt. Oké, most hány darab terepjáró van fönt? Négy, vissza. A bubukánál, egy még megy, és megy nyomorban. Jelenleg itt van fent ő. Ám, geci, ilyen nincs. Neki a baj. Jaj, bocsi, csehet csak. Feri, kéne még akkor velocity. Mikrofon, bocsi. Feri, te veled van a pápai Joki. Jó, mindenki kövesse akkor Tüdesnek az utasítását. Tüdes irányít, chat, nézzük meg. Ja, így sokkal jobb, király. Itt vagyok valószínűleg. Egy embert akkor kérem. Hát, még egy kicsit hangosabb lehet. Arra kérem az én csapatomat, hogy Tüdesnek a parancsait kövesse mindenki. Ő irányítja az akciót, köszi. Remélem, jól fog elsülni. Ez a Tüdes, ez egy állat, nem? Ne, mintha megváltozott volna, nem? Bubukát várom. Na most kérdésem van, most megfelel. Mondjad, persze. Kobrasz. Mizu. Jó. Mondjad, Mizu. Hallod? Még mindig keresed az asszonyt? Keresem a feles csajodat, hallod? Megtalálom. Most ne aggódjál, meg fogom találni. Úgy jó néz. Hát nem tudom, hogy néz. Ja, te jó nézel ki, igen. Mögé. Vagy mellé kell egy sportautó, amit legyen nézve. Kristóf, fönn vagy a 13-as rádión? Elhallok mindent. Jó, nagyon jó vagy. Szerintem ez a Kristóf, ez egy jó szándékú. És hogyha megjátsza magát, akkor így jár. A sportautóban egy ember. 5 like, chat! Ja, lehet, hogy Tüdesz a húsit, hogy a többet jár mi kéne. Járok, akkor egymás mellé álljunk meg. Vagy egymás mögé, mindegy. Tüdes irányít, meglátjuk, mi lesz belőle. Terepjárokba legyünk meg, ketten, minimum. Hallott ülő? Szerintem nem így menjünk előre. Hárban vagyunk a terepjáróba, senki nem tud vezetni, ezért. Rajtam kívül itt autó. Marti, gyere ide. Sok nem tudnak ide menni mögöttünk sportautóval. Akkor nektek nem lesz sportautó. Szerintem sem lesz. Üdvözlök. Ú, de jó nézünk ki. De kelles. Kellek. Tüdő a líder, azt hiszem. Nem? Bika vezet. Cuccokat adod át valakinek? Vagy mi nem tudunk törni amúgy, vagy hogy kell? Nem tudom. Nem, mi nem tudjuk, hogy az ATM-et törni senki innen a kocsiból. Hát csak oda mit? Oda tolatol. És mi kell hozzá? Kötél. Igen. Kötöd az autót. De nincs kötelünk se. Köszönjük! Jogi van, mindjárt intézem. Elkötöd az autóra a kártáros, belefúrod az izébe. Majd mindjárt elmondok mindent. Jó, rádion, jó. Köszi Tüdesz, ok. Jó, Tüdesz elmond mi mindent rádion. Mikor fél a Tüdesz tődé? Egy bubuka. Te beszéltál neki? Hívjam, van egy ember, hívjam ide, ez sem vittós. Köszi Kex. Végszerelni lesz az autót, majd neki fizetem, jó? Ezt lehet nyerni a subgift előttek, egy rulettes karóra, és van benne egy kis golyó, szóval lehet rulettezni. Ezt most vettem észre amúgy. Hallottam, beszívtál, Dekul? Bebe. Bakker, jó, hogy mondod, kell golyóálló mellény. Mindjárt jövök. Jó. Lőpó? Nem tudom, hogy lehet lőpó. Mondom, ezt mindig a többiek csinálják. Én sose gyűjtögettem, mert streambe unalmas. Úgy hatot elviszünk akkor. Hármat. Felhúzom a golyóálló mellényt. Hol vagy? Milyen drill kell noising? Sima drill kell, nem? Vagy lézerek? Kíváncsi leszek. Jó, hogy csináltak akciót nekünk már, nem chat? Tüdesz azért nagy király. Tüdesz azért nagy király! Kap be a... Király? A drill kell az ATM-hez, vagy a lézer? Kinek kell mellény? Nekem kell egy mellény. Köszi az infocsát. Név? Vagy szám? 94. Kinek kell még? Kaj, légy szíves válaszolj rá, jön, köszi. Igen, itt vagyok, kocs. Na, sima drill kell az ATM-hez, vagy lézer? Igen. Még nekem is egy a 151. Tessék, húzzátok fel, jó? Nekem nem adta a kobrasz. Te is kérsz BMW. Megtalálom a csajodat, elbánok vele, csak találjam meg. Butko két csajt leszólítottam, azt se tudták, mit akarok. Ez komoly.
Hogy van egy bizniszem számomra. Na, mondjad. Komoly. Na. Met. Met? Szeretem a metet. Met. Igen. Abból lehet sok jó dolgokat. Figyeljetek már. Régetni, de jó. Elszín is jó. Jó. Van 300 metem. Jó, majd elbizniszeljük, jó? Hát figyelj, hogy arra, hogy kitalálhatom az ATM-et, ahol jó, csak figyelj, tüdesz le. 400 ezer lenni. Köszönöm meg egy laser drill. De neked eladom 300 ezerre, jó? Szerintem át akar verni. Figyeljünk tüdeszre a rádión, mert nem tudom, mit kell csinálni. Most sok dolgot, hogy figyeljetek. De a biznisz az al... Milyen biznisz? Bocsi, kérhetek fegyvert most itt. Drogi biznisz. Széna! Tessék! Egy embernek kell még fegyver, adjál már neki, légy szíves. Adom. Menj be a fegyvertárolóhoz. Jó, itt van az a kocsiba, jöjjünk be, légy szíves, hadd lássam, hogy hogy vagyunk. Mindenki be tudott ülni, vajon? Csiba. Jó amúgy most a csapat szerintem. Kiderül, hogy fönt a szerről. Most nem tudom, hogy a vasárnak miatt. Aki nem ül autóba, és egyedül van, hozzon egy 4 személyes kocsit, ha lehet, ha nincs a felvég a kettő is. De jobb lesz a 4, nehogy ne full legyen a raptor. És álljunk a terepjárók mögé. Na hallottam most. Mondjad, Feri! Ide kell állni, hogy a telepjárók mögé, vagy hogy volt ez? Nem tudom, tüdeszre figyeljetek. Álljon meg. Láttam már a rész, hogy ki kell rántani az autóval, jó, csak még éles nem láttam. Az fogja törni, hogy van az ATM-et, jó? Meg rájuk, hogy minden autóban a fülésre lévő szintre sőnyi, de hozzám itt állunk a kapunál. Valakivel helyet kéne cserélnem. Itt, ebbe a kocsiba. Miért? Mert azt mondta a tüdesz, hogy aki anyós fülel, azt fogja a fülel. Gyere! Viszont fogalmam sincs, hogy mi kell a töréshez. Szálljál ki. Szálltam. Hát állítólag én töröm, mi kell hozzá, Feri? Ennyi, két emberről. Ja, jó van, oké, töröm én, csak nem tudom, hogy kell. Szálljál be. Domi, kaptál tagságot, így van. Live végén sorsolunk. Ja, a rész. Szerintem az más szerón volt, csak az kicsit ugyanaz. Van egy kapat helyen. Viszont nem üljön senki se a kocsiba, mert... Nagy erős kell. Addig ő ki kell szállnom. Ja. Mert aki vezet? 10 ATM-et törni. És akkor? Akkor happy ending. Ha nem, akkor... Ó, jaj, na. Akkor nem tudom. Ez olyan, mint a massza. De mit állszálnál, mert a kötél is elszakadott utána. Jó, az összes kocsiról kérjétek szerelést, és akkor majd kónáltuk majd számlálni. Egy hónapos, igen, szerelés. Domi. Mondjátok meg, hogy ezt csak. Szóljátok meg. Nagyon jó, amúgy ez jó, hogy összehozták, hogy tüdeszék ezt így megszervezték, hogy ezt fogjuk megcsinálni. Öcsém, jól vannak, Dávid, köszi szépen a kérdést. Ez a 96 ember, az jó a szerveren. Most meglepő, amúgy. Mert mostában ilyen 65-70-re visszacsökkent a létszám. Raxi, te is kaptál, igen. Megvan, Kai. Ákos, kedden kressz vizsgázik. Normális vagy, mit csinálsz? Miközben? Mit csinálsz? Mit rugdasod a pandemet? Hallod, rángass ki az autó? Kobra, aztán vedd meg. Jó. Az a... Zolika. Már rész, hogy arra jösszük. Hála Istenek, hogy átmentek máshol játszani. Hallod, de akkor nálad kell, hogy legyen a kötél. Nálunk van kötél, meg ilyenek, nincs nálunk semmi. Nálam sincs. Figyelj, az anyóson lévő töri, úgyhogy úgy üljél. Hát tök jó, ott ülök. Én töröm, de nem, nincs rám semmi. Majd a tüdesz csak ad. Nem, nem kötél el rám. De. Szóljál, oda kell menni az ajtóhoz, D-hez. Az előbb mondták. Hova? Menjél oda, Deku! De már nincs a D az ajtóban. De ott van D bent. Na bemegyek akkor én is. Kérjél mindent. Srácok, ide kell jönni? Most ki lesz toszva a... Mindjárt adok. Anyóson ülsz? Anyóson ülök, én töröm állítólag, igen. Kettő darab mindenki. Megyünk fel két lézerdőt a földről. És akkor a sportautók a
terepjárók mögött azok legyenek meg, ha lehet, jó? Ja, meg négyet, nem vagy mindjárt indulunk, hát megvan a szerelés. Most három van itt. Nálunk a srácnak hosszú szemmúsiba legtudnám. Akkor adok neked időt, két kötelet. Jó, de hármat vettem fel. Azt hogy csinálta, tehát kettő kell? Na mindegy, hogy magad legyen kettő. Jó, kettő kötél. Ez kell hozzá? Igen. Kály, vedd fel ezt az utolsót, hogy mit tudom én, hármat vettem. Várjál, adom. Nálam kettő kötél van, meg kettő drill. Úgy kell lenni. Jó, oké. Okay. Egyet leraktam a földre. Hogy terepjárónak van kis érő autója? Jó, mindjárt. Úgy, hát ez nehéz nekem, ez túl bonyolult. Ugye, ugye, kobráink. Nálam megvan a cucc. 3, 4, 5, 6 autót látok, amit... Csőt, ez nagyon durva. Talán 6, 7. Tudom, mennyi terepjárónk van, 10. Megvan a cucc, az, hogy gyakorlatban hogy néz ki, nem tudom, de jó van. Egyet a kapuhoz. Kobra meg Máté, neked nem kell. Ó, Dani, olyan szép vagy, Dani, olyan szép a mosolyod, hogy nem lehet legyőzni messze országba. Meglocsolhatok szép királykis asszony. Meg vagyok. Csak is így locsolhatsz meg. Tessék, nem tudok beszállni. Most. Csak is így locsolhatsz meg. De ez a versus gyenge volt, úgyhogy pénzt nem adom. Jézus! 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 Hello! Mizu! Elvittek a manók és... Mondd a számot! 271. 271. Szép. Uram, be tudnék ölni az autóval, tudom megszerelni. Ez az autó, ez jó tudom. Karóra sorsolás, live végén lesz chat. Stoki 1-el, Jimmy 1-el, Geri 1-el, Kex 10-el, Mark 5-ször, LK 1-szer. Tudj, magyarázd már el a srácot, hogy csinálj, mikor van a pánik. Hát először hadottam szépen. Patrik, ír lapi. Patrik nyerte meg a múltkori órát, megkapta. Patrik, milyen az óra? Ez nincs felettünk, mert ezen azért voltam. Napközben nem nagyon. Jó, kitépjük az autót, gondolom utána kell feltörni. Vagy a kötelet rákötöm az ATM-re, kitépjük, és akkor utána megyünk. Köszi Martin, kedves vagy. Zöldön az Dani meglocsolhatlak házi sárkányát, ez rímel. Komoly? Örülök. De nekem nem kell, de megcsinálom. Én is meg akarom nézni, hogy működik. Még három embert várok. Három ember. Ez a lényeg, hogy nekünk nem lesz kísérő autó. Ez nagyon sokan ül, és nincsen... Marci, lehet, hogy előre jó. Kétet kötél, menjed az éhez, légy szíves. Így van, Gáboroknak boldog névnapot. Nekünk nem lesz kísérő autónk, bevegyünk a várunkba. Várunk, és keresünk ATM-et, amit lehet. Jaj, jó, majd rendben, majd de kicsit Bika hangosabban most már. Na, most meg már halk. Ja, most már halk vagy. Bátyádat vettem fő, Robi? Arra nagyon jó. Kobra. Mizu, Feri! Vagyok. Hát ha nagyon izgok, még nem csináltam ilyet, ha hogy kell? Rákötöm az autóra, oké, okay, kitépjük, elvisszük valahova? Mindjárt elmondom el. Jó, köztüdesz. Jó, csak itt oldodjon meg a faszán a helyzet. Jó. Hol menjek? Merre vagy? Köszi! Köszi, hogy felteszed a TikTokokat az éjjel. Rákötöm, kitéped, és utána főtörjük valahol, nem? Az autójában nincsen... ...tél, lézer, tűz. Kemény lesz szerintem. Egyen dombom, vizál mindenhol. Dani, szép vagy, szép vagy. Figyelj, igazából egyértőbb cuccunk van, mert 8 autónk van. Úgy volt, hogy ma nincs RP, nem? Já, ott az a fehér tölcsköt, amit találtam. Ez premier. Nem live. Minden rendben van Tideszel, most tök normális, tényleg amúgy. Már vagy csak kötve már. Persze, hogy be. Persze. Magyarul beszéljél. Ha ne beszéljél itt egy cigányú! Kicsoda! Minden oké, Creeper, köszi!
Mindjárt indulunk. Csak én beszélek így. Na, csak kezdődjön el, akkor már lehet nem lesz, az lehet. Nem tudja már a ütőt. Meg nincs egy plusz terepjárója még, mert hirtelen a mi autónkba 5 ember akar ülni. Jöhet felem akkor. Jöhet felem akkor. Egy tundrát ki tudok hozni, de az nem gyors. Lesz van almat, meg gyors. Az egyen brakkó jöjjön hozzám a kis hírókba, vagy valamelyik kis hírőbe üljön be. Izgulok. Gyerekkori mesén? Hát a Tom és Jerry az biztos. Meg a Roli, Poli, Oli. Nem kütne mámítás. Én mehetnék repülővel, szerintem. Meg vagyok. Igen, meg vagyok. Oké. Oké, király vagyok, a számlás külépcsős. Kíváncsi vagyok. Vagy ti is szoktatok fiúkat locsolni? Nem, ez nálunk nem szokás. 101, a meleg vizet kéne megkérdezni. Egy volt idő. Eres kóba, csak még számlázik rá a szerelőnek. Mi locsolnánk fiúkat? Hogy lehet ilyet kérdezni? Már nem, Ober Lorenzo. Jó, elindulunk fel publik köré. Ott van nagyon sok ATM, jó? És akkor mindenki válaszol magának egyet. Hallottad, Bika? Járok, jó? Hallottad, Bika? Nem, úgy kéne venni, hogy a terepjárók után mennek a kis autó, nem? Zölde, cset, zölde, Dani, meglocsolhatlak, te kis cuki, ez jó. Szerelőt fizetted? Igen. Elég sokan fölmegyünk, százan fölmegyünk a szerveren, most már nem volt. Jó, ott az egyes van körül, van kettő ATM Facebooktól jobbra, van három darab ATM, mindenki válaszol magának egyre, közel, jó? Hát ide, ezt elég jó, megszervezte amúgy így az elejét az akciónak, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni. Valóban tudok társulni, most jöttem. Csak a Bika el nem rontja. Hát mi a fasz, hogy ilyen szétettem, hogy nem lesz egy kilométer. Bika, választunk egy ATM-et, és akkor majd csináljuk, jó? Azért van. Bízok benne. Nem, én azt a locsoló verset szeretem, hogy zöld erdőbe jártam, gyilkosságot láttam, Johnny volt a tettes, ide az ötelő. Úgy kell rákötni az ATM-re, hogy az anyósról kiszáll az illető. Az Dani vagyok. Használja a kötelet. Nagyot. A kocsira fogja rá. Szuper csetért jöttem. Utána pedig a vézeres. Nem kérek én többen. Ez aztán jó volt. Talán pedig a lézert illetve bele kell fúrni az ATM-be, ezt a kötelet. Keress egy ATM-et, Bika. Kell utána az autóval, hogy kiszakadjon a helyéről. Jó, tüdesz, az elég. Ja, ez jó lesz, ez király, ezt ki tudjuk tépni innen? Ha mindenki talált magának ATM-et, akkor majd... Nagyon jó. Jó, tüdesz, figyelj, a kötelet a kezembe fogom, és akkor rákötöm, azt ennyi? Most így hátuljához állsz. Igen. És használod a kötelet. Jó, oké, és kitépjük autóval, és elvisszük egy helyre, és utána főt töröm, ennyi. Így van. Jó. És akkor vigyük teljesen. Egész eddig bolyolászom, nem figyeltem. Jó, megvárom a jelet, ti maradjatok az autóba, jó? Igen. Aj, Istenem! Este 8. Tényleg este 8. Meg kell várni az időt, nyugi. Ilyenkor fel tudna robbanni. Köszi, ha nyersz, akkor tájékoztatlak. Jó. Várni kell. Lassan este van, úgyhogy tankolunk addig meg ilyenek, jó? Mi tankoljunk? Gyere, találtam egy másikat, itt van az. Jó, de tankolni kell, jó? Lassan látom, megy le a nap. Ti már vihány mers, az nagyon, nem tudom, jelent is. Kettő. Jó, nekünk nem kell tankolni, ugye? Egy helyre menjünk utána, vagy merre? Geri, az jó. Az lesz a terv, hogy kimegyünk a nyugatira, Mamma a publik felé, tudjátok merre van, igaz? Kimegyünk a katonaság alagútba. Uha, valaki tudja a katonaság alagútot? Én tudom, én tudom. Várjuk, hogy jöjjenek ránk. Hogy mi a válaszuk erre.
Ez beriaszt náluk, ugye? Az összes ATM. Persze, persze. Jó. Így van. Nagyon jó a terv, Tüdesz, meg kell dicsérni. Kurva, Tumi, ha nem tudunk elkezdeni egyszerű 10 darab ATM-et, akkor csak egyet viszünk. Jó, jó. Ja, lehet, hogy nem tudunk elkezdeni egyet kérek rá, hogy amíg nem menekülünk az ATM-ekkel, tanuljuk meg az utat használni, és ne ugrassunk rá a másikra a hegy oldalból. Mikor kijelölöm a GPS-be, hogy merre kell menni, jó? Ez miatt lefüstöltetjük az autókat. Oké, király vagy. Az egyik. Memorizáljad, jó? Normális rádiózásra, felesleges infó, üvöltözés, akit őlünk van, azt most mondom, hogy bal fog kapni a végén. Húha. Lemaradtam. Izgulok már megint. Tuti, hogy erre gondol? Igen, tuti. Arra van a katonaság, 1000%. Minden, de tanuljuk meg használni az utat, és a másik... Tüdesz, jó, 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 most nagyon jó. ...hegy oldalból. Hogy ez a... De nem azt mondta, várjál, lehet, hogy ez az, nem tudom, valamelyik, a mindegy... A katonaságon belül van egy alagút. Nem. A nyugatin van egy alagút. Most vagy ez az, vagy az előző. Nem tudom pontosan. Várja, ez lesz az a S jelöltetben, mert itt kell főfordulni jobbra itt. A igen, a katonaság. Jó, akkor ez lesz az, oké. Nem. Úristen, még 2 óra hosszabb. 8 óráig, most ez komoly? Ez? Nem. 6 óra 4 perc van még. 8 és ugyanis, te 8. Ja nem, 8 óra kerek. Micsoda? Nem. 8 az? Este 8 vagy hol, hogy este 8? Este 8. Bátya, este 8. Este 8. Nemzeti börtön van lezárva. Itt a városban este 8? Igen, igen. Jézus, hát mindenhol este 8 van. Uraim, ha a városban nézik itt a GPS-t, ha megnézik itt az autóba, látják az órát. Jelenleg 6 óra 22 van. Azt. Mi van? Ott a jobb felső sarokban 8 órát ír. Dehogy nem, ott március 24, 8 óra a jobb felső sarokban. Szerintetek tudjuk rabolni? Próbáld meg. Térkép bal oldal lent. Tényleg, ott 0634 van. Hogy megpróbáld ezt elkezdeni. Akkor a bal oldalt kell a térképnél nézni? Vagy jobb fölül? Bal oldalt. Ja, jó, oké, köszi. Oké, ezt tévesztett meg. Figyelj, akkor én... Jaj, de rosszul vagyok, Bika, normális vagy! Figyelj. Akihez oda mennek a rendőrök, akkor most... Elmegyek pisíni. Csak elmegyek pisíni, igazatok van, ott kell. Ott kell, a bal alsó sarokba kell nézni. Tuti gyúsztó, pisilok. Tudtok rendelni, ti is, leírásba ott a link. Köszi. Szabítelők nyerhetnek. Köszi. Szerintem kb. Nagyon maximum 5 perc, és akkor lehet. 1 perc is látom. Elmondom még egyszer, aki meg van és kirángatta a helyéről, akkor megyünk a nyugati katonai alagútba. Igen, ott találkozunk. Illetve aki közben lerobbant vagy akármi, köztük a terve, akkor oda megy hozzá mindenki. Fölvesszük másik autóval. Én fogok tudni szerelni, én majd ingázok köztetek és akkor szerelek, ha úgy van. És hogyan bátja? Nem tudok. Hát hozom itt ízé szerelőládákat, esetleg ilyenek. Ez úgy nem működik? Hát ez nem működik, bátja. Nem. Jó, bátja. Nem csinálhatod, csak meg lesz húzkodva a bajszod. Nem. Onnan jövök éppen, nem akarok visszamenni. Felejtsétek el, amit mondtam. Gyere már, te állod! Miért ilyen kujul rád a pincsét?
hoztam be vizet is. Kobra is most ment depisinél, akkor mentem vizet. Siessek, mié? Hát az jaj, már 8 óra van mindjárt! Mi van? Mindjárt 8 óra van, normálisak vagytok? Itt vagyok, itt készen állok. Jó, 8 óra van. Hajrá. Jó, hajrá! Egyébként már pont kipakultam valaki, úgyhogy megyek máshova. Jó, ott a 1-es banknál van még 2. Nálunk az ATM-et már kipakultam. Nekem se elgedik. Kirabol, egyet lehet. Á, de kár érte! Sikerült elkezdeni akkor. Várni kell, akkor sötét lesz teljesen. De nem! Bizony. Egy ember tudja csinálni. Lehet csinálni. Ó, Istenem, ez hihetetlen egyébként. Egyszerre csak egyet lehet akkor. Egyszerre csak egyet lehet. De kár érte. De közülünk sikerült valakinek elkezdeni? Kár? Mi nekünk nem. Akkor kinek sikerült elkezdeni? Ezek szerint senkinek. Hát ez hihetetlen egyébként. Hát de ez nem jó így. Próbálom még egyszer, jó? Nem hittem, hogy valaki... Valaki próbálgatja bajusz végig, de... Hát nem hiszem el, hogy akkor valaki... Hú akaró szerintem... Hát nem létezik, hogy ennyien próbáljuk és senkinek nem sikerül elkezdenie. Próbáljátok meg, hogy kiszálltok az autóból? Mindennyien? Mindenki szálljon ki? Várjátok, mert ezért kocsi izé lesz. Sem. Szállj ki te is, Kristóf. Mások rögetetés van még, nem? Már volt. Nem jó! Nem hiszem amúgy, hogy... Vagy jobban rá kell tolatni, vagy próbáld meg, tolassa hátrébb! Nem itt valami jó akaró egyébként itt direktán. És az nem lehet, hogy jobban rá kell tolatni? Ne! Mika, normális vagy! Hát belemész a falba! Jó órába egyetlen kirobolni. Te is fesztőt. Na most próbáld. Mióta van itt? Azért, na most próbáld meg. Mi az a Lamborghini is? Ennek most igazán örülök egyébként. Haló, te ki vagy? Szevasz, ki vagy? Tedd fel a kezedet! Normális vagy, hogy ide jössz! Hogy hívnak? Hát nem csinálta semmit, csak Ágnes. Azt se lehet egyszerre elindítani. Nem. János. Ja, János, bocsánat János. Mit csinálsz itt János? Hát egy fehér ruhás nőt keresek. Hogy hívják? Katarina? Vagy elmegy az ember idő. Hát ilyen, ugyanilyen raptorja volt. Értem, hogy hívják? Hát őt nem tudom, hogy hívják, de megadtam ott a telefonszámomat. Értem, magát hogy hívják? Keresztelő János. Ja, Ágnes, jó, Ágnes, jó. Nem Ágnes. Miért jött ide? Mit akar tőlünk? Hát... Meg akar minket fenyegetni? Nem, úristen, nem, dehogy is. Nem is gondolod. Mikor fenyeges meg, légy szíves? Fenyeges meg! Úristen, ne! Figyelj ide! Ne csinálj! Csiripeljél csak szépen itt nekünk itt a izé, itt ennek az emberkének. Csiripeljél csak, hova tartozunk? Sehová. Honnan van ez a Lambo? Miből finanszírozod? Fizette, hogy kölcsön adják. Ki adta kölcsön? Hogy hívják? Honnan tudja, félpublik. Ja, csak félpublik a kölcsön adnak autókat, gyönyörű. De tényleg. Jó, mennyivel megy a gép? Hát nem tudom. Látok meg, most kezdjétek el. Figyeljetek, kezdjétek el. Szálljon be az autóba és húzzon el, jó? De nem tudnak ilyen fehér ruhás. Dehogy tudunk! Szálljon be az autóba és húzzon el! Vagy meg lesz ölve! Úristen, ne. Azi, szálljon be és húzzon el innen! Ágnes! Ágnes! Most elkezdem. De Bika! Jézuska! Használtam valami lehűtésről. Ez az nekem is ugyanezt írja. Lehűtés továbbra is aktív. Hát Bika, egy kicsit állj előre, légy szíves. Na, az arab már rángatja kifelé. Így jó. Már jönnek az arab. Előre, hátra, muszkod! Itt van. Itt csinálja. Lehűtés továbbra is aktív. Jó, már valahol ott vannak az arab. Nagyon jó. Látok. Nekünk nem jó. Mert csak egyszer jó, akkor mindenki ide kockapark mellé, jó? Jó, de... hallottátok? Kockapark! Vétek be a kockaparkot. Valaki tudja hol van, Johnny, tudod? Igen. Jó, király vagy, király vagy. Tényleket becsatolom, uraim.
Ki volt ez az Ágnes? Mikor megnézett a bokorba tényleg? Hányázat volt. Előkészíteni veszélyes időkkel következik. Itt vannak a zsaruk. Nyugodtan. Kármi helyzet? Mi pedig a kocka parkhoz megérkeztünk. Ki van a dobozos autóban? Kezdek innen a 6-tól. Megyük körbe, egy körbe a látéletre. Jó, a dobozos autót el kell vinni innen. Az ki? Ki van a dobozos autóban? Félkört az autítsunk, jó? Kirángatták. Jó, nagyon jó, kirángatták az ATM-et. Public mellett. Nagyon komoly. A száb giftelők nyerhetnek egy 51 ezer forint értékű rulettes karórát live végén, köszi. Kiírtak, hogy tudjam menni. De visszahúz az ATM! Eres itt mögött, folytisádok a kört. Rángosod egész. Rángosod, csak rángosod, ki nem jön. Amaz az, ki jön? Rass. Ja, Laci, igen. Meg kéne tanulni, hogy mi hol van. Meg már kiszedtétek. Itt a kocka park. Igen. De jó. Ott van kiszedve az ATM. Ez egyébként hihetetlen. De az mit csinál? Ez baj. Ez a másik autó mit csinál? Sok. Azt vágom, hogy ki kell rángatni. Köszi Robi, felírnak. Létezik a... Ilyen van. Ezt nem akarom elhívni. Nálam ma ki van ebben az ATM? Senkinek ki van ezt, mert csak... Ragadva, vagy nem tudom mi van. Vajja meg egyen, aki él, mászol a tökéletet is, próbálja. Mi van? Figyeld, mászol a tökéletet. Ez igen, ezzel ki van? Hagyd a erőtest. Hagyd a bájm. Az rángassa, aki rákötötte bájtam. Vagy nem egyszer, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy minket. De ki van ezzel a kocsiba? Nem tudjuk. Hello. Jó napot! Hát most mi történik? Én nekem semmi extrájból, nem lényeg ezt az állat. Nincs ott. Hát maga mit csinál itt? Nem, hogy mi folyik itt a hát, előttem. De ne nézze! Hát húzzon el innen! Szálljunk ki abban a 6x6-ig. Miért nem? Mert ez agyrém. Miért nem? Ilyesd a hátsó kereken. Hát a kocsival vissza mindenkit kitankolni. Nálam nincs. Mert ez így nem. Valahol már. Abban a 6x6-ban szálljunk, kezdjünk be valahol. Mi baj? Nem jó 6x6 hátok? Nem. Hello, szia, másfél hét és durranunk, Joker! Látosi, jöttek vissza játszani? Nagyon jó, várunk titeket. Mi lesz a nyeremény? Egy 51 ezer forint értékű karóra. Rulett test ráadásul. Most nem tudom mi van chat. Figyelj, nálam ki... ATM, hát hol van? Ki van húzva az ATM nálam van, is? Igen, igen, azt nézem én is. Haló, ki van húzva az ATM, viszi az autó. Hol? Ki van, ki van a helyéről az ATM? Itt van az ATM húzva. Ott van, ki van a helyéről, az a script, az működik. Ki húzza? Még mindig itt van mögötte? De várjátok, már sajátok, hogy gebasszom most, amióta kiúsztátok itt az ATM-et, nálam mindenki ugra össze-vissza. Nálam is mindenki ugra, meg mindenki is pislogásom van, meg ilyenek. Hát, ezt nem is mondom. Csak mióta kiúsztatok a dolgokat ezek szerint. Tönkretettük a dolgokat! De a ház ATM-a kötél, itt ragadtak. Hol? Figba. Ez jönleg ott a publikba. Nálam ott a GMC-vel egyébként. Hát köcsök gyerek már bankó óta nem akar elmenni innen. Jó, menjünk arrébb innen a főpubból, az a biztos. Menjünk el. Gyertek izéhoz, Getta publikhoz. Köszi Dávid. Getta. És amelyik kocsi kirángatta, lehet, hogy ott lesz az ATM, majd kiderül. Mert ott a helyén már nem volt, ez biztos. Mert publika volt, publik közepén. Ja, ott az biztos, közepén. Hogy kirántottuk a... Ezt az ATM-et akkor ne erőtessük, mert ez látom, ez... Valami nem...
Ja, nem működött az ATM. Csak elrontottunk itt mindent is, amit lehetett. Elrontottunk! A vágot is elrontottunk! Mikor ez a te hibád? Csak mondom. Jaj, a Bika hibája. Nekem tetszett annyira. Jó, jó ötlet volt, csak itten több probléma merül fel. A rablásnál. Szerintem a kobrán kívül nekem senki más nem szólhat be. Bocsánat, bocsánat. Kolcs még nem rendőr. Igen, nekem stabil is. A 60-ra. Nekem stabil 130-an volt, most én 40. Na, de mi történt? Nincs sok az ATM? Baj van? Nem tudjuk mi sem, hogy most mi a helyzet. Úgyhogy valamit improvizálni kell, találjunk valami akciót. Jó, figyeljetek. Mert ez így nem fog működni. Ja, akkor az ATM-et akkor azt felejtsük el. Jó, szedjünk túszokat, azt vigyük fő szerintem a gáthoz, azt a rendőrökkel majd alkudozunk, vagy valami. Vagy gyerünk bankozni. Ányien nem tudunk menni. Soktalan vagyunk. Jó, szerezzük, figyeljetek, azért a város most elég forgalmas, nem? Szerezzünk akkor túszokat, egy 10-15 túszt. Jó. Jó? Akkor 10-15 túsz, és a gáthoz vigyük fel őket. Jó, oké. Okay. Király. Megvan a terv. Bugos az ATM, valószínűleg igen. Igen. Jó, megyünk túszhozni, srácok. Nem. Túszozunk, majd gondolom a fejlesztők majd ezt... Kobra. Mizu? A gáton nem fogunk ennyien elférni. Igazad van, mi a te, mi, hova vigyük őket? Kirkeúzi. Itt egy, izé, a stadionnak a parkolója. Ahhoz mit szóltok? Egy bejárata van. Azt tudja mindenki hol van? Itt a mellett parkolók, itt van a piac mellett. Jó, király, oké, látom. Oké, akkor túszozzon mindenki, és a túszokat vigye oda. Ha van. Mehetünk túszozni. Igen, Laci, néha százfogat. Hallod, de várj meg a izért. Jó, menjünk túszozni, jó? Gyertek át, bátyja, füstöt korral. Mi csinálsz, Bika? Megnézzük, hát ha van itt. Ember? Jó. Nem kell, hogy megvárt, hogy a soroppó fölnyíljon! Ilyen mi? Ja, nagy színpad, tényleg Raven. Kaptam SMS-t. Tiszteket köröz a rendőrség, úgyhogy ha követtéteket a rendőr, akkor ne álljátok meg. Csak rádióztok, nem megyünk, jó? Ez nem jó esemény. Engem is be akartak vinni, ezt nem sikerült. Nem és engem nem köröd, elvileg köröd? Nem. Talán jó, mivel sokan vannak fent a Szerón, ezért tudunk túszozni. Anna, na, menjünk túszozni, srácok, jó? Viszont az a kérdés, hogy a túszt nem tudjuk hova tenni, hogyha fogunk egyet. Igen, ezt akartam kérdezni. Figyelj, Johnny, mi kiszállunk egy más... Vigyél el minket egy publikba, jó? Bika, és Johnnyval kiszállunk, jó? Hol vagy? Megyünk a tundrába túlszózni. Egy publikba vigyél el minket, Bika. Ki ez a izé? A Lamborghini Huracán? Nem tudjuk az ilyen, ez az ilyen... Én megyek. Jaj, Lamborghini Huracán, az Ágnes. Ó, az Ágnes már. Fekete izé, Lamborghini veszi. Kapjátok el a Huracán. Kapjátok el, valami Jánosnak hívják, de kapjátok el. Jó. Bika, Kristóffa menjél, jó? Intézzétek túszokat. Kristóf, túszozál. Tudod, hogy kell túszozni? Fegyvert fogsz rá, lekiabálod, hogy hello, zsatté, zsá! És túszol ejted, jó? Jó, megyünk stadion, gyertek stadion. Értettem? Rendben. Menjetek, menjél Bika, tanítsad! Zsatté, zsá! Jönnek stadion, most három autóval bátja. Gyertek a stadionhoz, légy szíves mindenki. Gyere, Johnny. Jövök. Várjál, csak most jó autó kell. És hol a... melyik a tundra chat? Most nincs itt a tundra? Jézus! Utána nem jön elvileg, de jön. Egy jön, de nem szirénázik. Hát lehet, hogy nincs itt a tundrán. Akkor az Audival megyünk. Már meg vagyunk. Jó, akkor... Rendben. SOS-be szerezzünk túszt. A tundra itt van, szemben vagyok. Jó, oké. Ez nem az, de ez is jó lesz. Ezt a Peti állítok megcsinálta. Tudod, hol lehettek túszok? Holnap PUBG-zunk, igen. Jön Széna, jön D.
Jó, ki lesz itt? Valaki itt lesz PUBG Lime-on? Jaj, Johnny, normális, hogy ne rángasd a kormányt! Ja! Gyertek ide, gyertek, gyertek, gyertek. Nem tudom, hova kell menni. Jé, ez ki? Ez a bika. És szerinted minket akar lekapcsolni? Lehet. Szerinted azt... Hát, ez tényleg igaz? Csicsát, én ezt nem hiszem! Van egy túszunk, beszállt főpukba mellénk. Köszi Vivian, felillak! Hát én ezt nem hiszem el! Csát! Autó maradjon itt. Nem, ezt komolyan mondom, hogy ez nem... Csadi, ezt te hiszed? Ilyen létezik szerintem? Egy autó maradjon itt túszokkal, túszokat meg hozzuk ide, és keressük tovább a túszokat. Ne, én nem hiszem el, hogy ilyen létezik. Mi megyünk ide. Csert, Vivian felírtanak, köszönöm. Én ezt Johnny, nem tudom hova tenni. Komolyan mondom, hogy ez óriási. Ez jó volt. Hát ez nagyon durva. Szerintem agyatlant is hozzak, hogy nyugodtan egy páros. Jó, ott valaki megy. Szerintem nem városlakó. Mennyi túszra gondoltad? Ja, de ezek velünk vannak hát, szerintem. Nem tudom, egy kéne 10-12 darab túsz, nem? Ja, annyi az jó lenne. Most vihettek oda szerintem egy 3-at. Hát ezen jót rögtem. Felelőtelepje? Jó, jelöljé. Ezt oda megyek. Hát ez duroló. Köszi Vivi, felírtalak. Live-végén sorsolás. A tundrám valahol van, nem tudom, hogy hol amúgy. Azt vágod, azt meséltem Johnny, hogy a pandemből az golyó álló, a hátsó üveg? Igen, ja, igen, az, beszéltünk az necces, róla. Ja. Én a trainer voltam, autókerülni megyünk. Izére használom, hogyha valahol nagyon kell menni. Aha. Több személyes autókerül. Megután a rendőr is, itt vagyok autókerül. Passzorata. Köszi Dávid az 500 forintos donation, kedves vagy, köszönöm. Rendőr bement a parkolóba autókerül mellett. Oké, felszóltam őket, jó? Nem tudom, hogy erre nagy kereket tudunk-e rakni. Fekete bőmös autóker mellett. Ott mi vagy? A pika. Eldobta el publikát. Gyertek ide. Vizes palackos videó lesz szerintem csütörtökön. Lehet egy okos órát nyerni amúgy a nézőknek is. Hová? Szerintem félpúzzunk a jobbra. Főpub, az erre van, ugye? Van, de már két. Igen, igen. Nincs helyen bátja. Ha, Leo meghalt, mert... Tárgya! Csáv! Ez fullosan jobb, mint a tundra? Őt kapták el, ja. Ja, elkapták. Ja. Katarina, te vagy az! Katarina! Jó napot! Maga Katarina! Kapjuk el! Szép napot! Nem, vigyem már! Hogy hívják? Vegyék már el! Bianca! Még mindig! Szerintem hazadik maga Katarina! Akadt a kereke, menjél! Vagyok! Akkor nem magát keresem! Ez hihetetlen! De vigyen el! Jó, máshoz szálljon be! Bianca, máshoz! Ide! Jó, szálljon be ide akkor! Erre van a polit! Jó, rendben, Bianca, tegye le a kezét, de magad ember át, maga biztos, hogy Katarina. Nem vagyok Katarina. Ne hazudjon, most már elmondhatja. 71-es frekvenciával. Jelöld be Johnny, légy szíves a helyet, ahova visszük. Tudod, hova kell menni? Itt elkaptunk ugyanaz. Nagyjából tud. Igen, Bianca volt, igen. Hova vagytok, srácok, a bolyók kiüldözünk? Tessék, Katarina. De nem vagyok Katarina. Hé, hova vittem? Hova viszem? Az a helyzet, hogy itt a rendőrség nagyon a bögyönkben van, és egy hova nagyon nagy akcióra segíteni? Készülünk. Az ATM-et sajnos nem tudtuk kipakolni, és akkor most egy stadionhoz fogjuk vinni, kedves Bianca. Két emberünk.
Hát de... Hol? Ne idegesítsek meg, csak azért ültem, ahogy izé megszabadítsanak tőlük. Te most ez komoly? Itt a jobbra, itt az alagút, ahol beszorítottak mutka rendőröket. De mi velük vagyunk? Gyere vissza, van nálunk túsz. Hát ez a majd, ez óriási. Azt hittem, hogy megmentjük. Szóval azt hittem, hogy megmentünk. Gaudó rajtam van. Azt hittem, hogy megmentjük. Jó, egy túszt viszünk a... Ez nagyon jó. Ez óriási szerintem. Most fegyverzik egy-egy bomb nálam, fehér. Nem, komolyan mondom. Hát te már szívod az autó. Hát igen, mert ez egy csatrogány. Ezt valahonnan loptuk. De miért nem szóltam? Szegény. Pont ez volt a cseh. Jééé! Tudsz? Ez nem tud vezetni. Ide megyünk? Igen, ide. Jó napot, maga itt dolgozik? Hát ez óriás. Hát gyere vissza rá, oda, hogy töltem volna. Sajan bátya. Kedves Bianca, a mosómaci nő amúgy haragszik magára, beszéljék meg, jó? Kérlek, bátya. Jó, nem van, miért két emberünk ellelőtték őket? Mosómaci, aha, szálljon ki, kedves Bianca. Mosómaci, akkor intézed, jó? Továbbiakban. Szia, mosómaci. Srácok, az a szürke BMW M Touring, az is ezekkel srácokra volt. SOS-be kéne nekünk egy... Megvan, Johnny? Figyelj, szerintem jó, jó a statisztikánk, szerintem. Azt hittem, megmentjük, érted? Óriási. Azért mondta, hogy pont ez volt a csinálni. Na jelöljél még valamit, látod? Jó, jók vagyunk. Most megyünk oda mindenki. Jelölök, keresek valamit. Na, de Johnny tudta, hogy hova kell menni amúgy, ez dicséretre méltó. Mert amúgy én nem tudtam, hogy ide kell jönni. Ide. Ők is el akartak pikelni, de azt nem hiszem elmúlt. Ez nagyon durva. Ez már az. Zöld autó, TRX van ráíró, azok mi vagyunk, jó? Ne raboljatok már minden percbe. Köszi. Hát ez hihetetlen. De pedig kiszálltál, nem volt neki gyanús. Ja, amúgy tényleg. Johnnyval szerintem jó csapat vagyunk. Ja, vagy a Biancát mondod? Az mi? A zsaru. Hát a zsarut nem kéne, ja. A zsarut nem kéne, csöt. De ez amúgy full tuninga lehet, hogy jobb, mint a tundra, azt mondtátok? Hol? Hol? Jobb oldalt, vissza. Visszatalált? Ó, oh, tényleg, eléggé komoly van kis kocsi. Van valami bolid, mi az? Igen, igen, Laci. Ja, nézd meg mi ez. Szálljál ki! Nincs benne senki. Nincs benne senki. Wolfnak van ilyen autója amúgy. Ott egy motoros. Itt hagyta a piros lámpán a motort. Vagy elvitték, lehet. Az is lehet. Réven, azzal akartam menni. Csak utána megláttam ezt, azt hittem, hogy a tundra. De hol vagy, Kobrasz? Mi szedtünk egy Bianca nevezetű túszt, már oda vittük a stadionhoz. Okay. Még keresünk túszokat. Már nem köszönöm, te mit a gyülekező, nem? Ja, megyünk? Vége? Menjünk, itt van mindenki. Jó, akkor megyünk, oké, okay, köszi. Akkor jelölöd. Aha, jelölöd. Egy pillanat türelmet kérünk szépen, jó, kettő autóval területelepen vagyunk. Oké, és köszi. Jó. Jó, 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 király. Hello Ferenc, szia. Csak ez a mai rész, ez óriási szerintem. Rég nevettem ennyit. A repülő, tényleg a repülőbe kéne még menni a live végén. Igen, Réven, az Alfa a legjobb. Szegeden majd megint jó lenne egy találkozót összehozni, nyáron. Hol lehetnek amúgy az emberek? Bujkának, a kis aranyosak. Félnek? Lehet, hogy félnek, ja. Álljál! Te mit? Hoppá.
Álljál meg! Ha... A kobrás töretek hozzá a kettő drogomból. Á! Balbohóc maszkos, meg nem tudom. Rendben, köszi. Á, Eli. Johnny, figyelj! Ki kell lőnöd a kerekét, Johnny! Ez nem menekülhet el, van nálad fegyver? Johnny, ezt meg... Az a szép! Johnny, küldjed neki Johnny-t! Gyerünk, Johnny! Gyerünk! Hibázni fog, Johnny! Küldjed! Most! Szép! Álljál meg! Jó, szép, Johnny! Jó! Kezeket fel! Csát, hát milyen jó üldözés volt. Jó napot! Jó napot, csak ne üvöltsön már! Ja, bocsánat, jó van! Elragadtatta magam! Azt látom! Jó, igen. Rosszkó volt, sajnos. Nem fogjuk bántani, csak jöjjön velünk, jó? Váljátok el ott az autóba, ugye? Szálljon be ebbe az autóba, nem kötözzük meg maga, jó viselkedik, látom magán. Hát bezárhatom legalább. Persze, zárja be, hagyja itt, majd elvontatják. Viszünk még egyet. Jó, szálljon be, nyugodtan, foglaljon helyet. Üljön előre, jó van. Majd Johnny, fogd a fegyvert rá, jó? Akkor mondom a további tervet. 6 ember. Nem fog bántódásra esni, jó? Fegyveres. Jó, ha lehet, és akkor többiek megyünk tovább. Keresünk még embereket. Agyhalott. Viszünk egyet. Kaptunk egy 4 darabot, jó? 4 agyhalott is jöhet. Én fegyverből magára fogom, úgyhogy ne csináljon. Hogy hívják magát? Én a Jacob vagyok. Jacob? Értem. Ki maga? Mióta van a városban? Hát én már nagyon rég, már több mint egy év. Tényleg? Akkor maga veterán. Hát mondhatom, hogy nem vagyok én benne semmiben, csak szerelő vagyok. Csak szerelő. És akkor mi járat be erre ilyen jó autóra? Mit csinál? Mondtam, tegnap vettem, aztán gondolom. Ja, autókázgatott? Többit megy, jó? Rúj, te de jó, meggyeri! Három darab vagy halottam. Annyit tudok mondani, hogy a motorba tudok segíteni, megszerelni, mert nem biztos, hogy van nálam láda. Adnak a szerelőládát, ha megcsinálom a motort, azzal nincsen baj. A kerekem mondjuk már nem tudok segíteni. Max a motorra. Johnny, jó vagy? Jó vagyok, csak bevertem a fejem. Hagyatlan túlsz, az hogy kell hozni? Figyeljetek, nem vagyunk messze, szálljunk ki, gyalog megyünk. Igen. Na jó, ezt szerintem adjuk itt ezt a csatrugányt. Jó. Még jó, hogy itt vagyunk a közelben. Itt fő kell venni. Igen. Vagy jöjjön erre. Én ezt elviszem el. Valaki az úton, vagy... Ez óriási cset. Motorra megy. Azt hittem, hogy ez olyan, mint tudjátok a pályán, hogy le lehet taróni. De nem. Hát ez óriási. Az egyes bank előtt itt van kettő rabacs. Elesett a motorra a bácsi. Hú, hát ez nagyon jó. Ha jelen volt, az jöjjön vissza ki. A számgiftelők nyerhetnek chat live végén sorsolás. Egy ilyen rulettes karórát, 51 ezer forint. Hozunk egy embert. Agyatlan elég lesz, mi viszünk még ja, kettőt, agyas. Jó? Oké, kettő agyatlant még beviszünk, az elég. Tehát próbálj majd szerezni még agyas. Itt már van 5 darab agyatlan. Viszünk még kettőt, jó. Mennyit lehet vinni amúgy? Hozzad, bátyja, ne törődj! Nem bankozunk, mert nem is érünk úgy sokan. Hát az a baj, hogy az ATM rablás nem úgy jött össze, hogy szerettük volna, ezért most túl sokat ejtünk, és a rendőrségtől pénzt akarunk szerezni. Jaj, de jó lesz, hát akkor ma még meghalok. Dehogy hal meg, ne legyen már ilyen pessimista. Hát én nem... Erre jöjjön! Hogy hívják magát, János? Nem, Jacob. Ja, Jacob, tényleg. Hát nem bízok már rendőrökbe. Nem? Nem lehet nekik hinni, mi?
nem igazán, csak a pénz érdekli őket. Ja, áll, ja, így van, csak a pénz, csak a pénz. Amilyen fizetés megy a seggük alá. Ja. Mit adtátok? Ott is van autó. Kurva gyors. Az velünk van. A régi kékek, ha az is. Nem teszem a kezem. Ja, tegye le, nem fogjuk bántani. Régi ORF-ka. Most tényleg föl kell mászni, de szívas. Itt átmászunk, jöjjön. Ó, majdnem. Ez ki ez a csávú szerelő? Tök jó fej. Azt, ami van itt, te jó ég! De tök jó, hogy ennyien. Ennyien vagyunk. De ennyit rég röhögtem, chat. Tényleg mostában nagyon sok klippet főteztek TikTokra, és újra közlöm amúgy, amit tudok. Meg én visszaveszem. Semmi elveszítettük megint. Jó vagy! Mi van? Hova kell help? Tök normál. Ja, de szerelő réven. Ám már mozognom kéne valamit. Nem mész tuningoltatni? Szólítva. Nem még túl gyors. Nem túring azt hiszem. Kyle. Hallod, Johnny? Én most elmegyek tuningoltatni. Nyomassátok nyugodtan ezt az óriási balhét, de elmegyek tuningoltatni. A mazzorisokat. Főpublik. Rendőrségi ruhaból. Főpub, izé. Megy a izé, benzinkút. Még fel is húztam, itt ment el a... megy izé felé. Maze Bank felé. Ez óriási. Érjem utol új meg, mert szerintem repülőt. Belül szerepelőt, belül szerepelőt. Maga meg kicsoda. Na már csak te hiányzik. Menjek gyorsan a mucsókhoz. Jó napot. Elvestettem, nem láttam. Meg izé felé. Kövügyi. Nem, az így, mert pont magát szúrtam ki, nagyon jó a ruhája. Maga meg pap, jó napot! Nemzeti felé. Fordult jobbra. Jó. Balra. Katarina itt van? Nem vagyok Katarina. Jó, én nem hiszek magának, tudom, hogy maga Katarina. Nem beszélek magámban, mert állt. Jó, te úgy vertem magát át, hát maga üdj be a kocsiba. Hát, mert azt hittem nem maguk van. Nemzeti felé mellett? Hát az a válasz. Gyere, Váguf! De nem biztos, már veszettük. Hát kiabáltan, aki fel van szólítva. Hallod? Most akkor ide kihívjuk a zsarukat, vagy mi lesz a terv? Szerintem igen. Jó. Figyelj meg. Na. Intézd már nekem azt a csaj. Tetszik neked ez a csaj? Fizetnek. Jó, hívd ide, hívd ide. Megoldom, hívd ide. Na, maradj itt. Katarina, jöjjön, legyen szíves. Ne. Merre ment a... elmött. Jó, ne aggódjál, jó. Mi a... Jó napot. Jó napot. Bianca, ugye? Azt mondta. Nem, csak ugye az most szerintem lőni fognak, ugye a bolgóban. Bianca, mennyit ér a maga élete? Attól függ kinek. Van párja, Bianca? Hát van. Mióta? RV12. Azt nem tudom. Már nincs. Ennyire nem tartom számon. Számítok szerintem. Mostantól kezdve vegyük úgy, hogy nincs, jó? Ja, ez az szerintem. Nem tudom. Aha, oké, okay, miért? Csak a kuprával én leszek, jó? Ez az ember. Jaj, elnézést. Na, mi a baj? Semmi. Ez az ember. Igen. Az a helyzet, hogy észrevette magát ott a sorba. És nagyon tetszik magának. Nézze meg. Nézze meg magának. Ha azt mondja, hogy összejön most... Ha azt mondja, hogy magának tetszik, és összehozok egy randit, akkor most átugrik a kerítésen, és nem is láttuk egymást. Akkor kerekít. Mondd egy szép locsoló verset magának. És nem visszük egy publikát. Tovább egyenesen. Nem, hát csak itt kiugrik és mehet. Egyenesen. Hát csak Mirror Power felé. Beugrasztanak a... A bokorba, ja. Mondd egy locsoló verset, megígéri neki, hogy randizni fog vele, és akkor elmehet. Nem tudjuk 300-ban lőni. Igen. Jó, rendben, hallgatom. Na de valami olyan locsoló verset legyen, hogy tényleg megérje. De hogyha gagyi lesz, akkor visszamehet. Igen, akkor visszamehet a gagyi. Köszönöm. A vágus, nézd! Első a biztó fele.
megint. Ki lehet lőni? Na, azt mi van? A most jó? Maga nagyon méreg? Szerintem... Nem, szerintem csak nem, ideges. Ideges, mert nem szokott locsolva esetleg. Én nem lőttem, ja, ja, nem. Csak kíváncsi vagyok, nagyon. De szerintem nézze meg, a mosómaci féltékeny. Lehet, hogy össze fognak veszni ezen a csávon. Hogy néz, látja? Szúr, nagyon. És mi a baj a mosómacinak? Nem, szerintem féltékeny. Nagyon kis flagma volt. Igen, nagyon. Az. Na, megvan a vers? Na, légy szíves, mondjad akkor. Pillanat, és kicsit lámpalázva vagyok. Locsolkodnék én, de rossz hírt hoztam. Nincs kölném, mert zárva volt a rossz mandat. Mit hoztam már, rossz srácok? Kettőt mostán. Igen, igen, igen. Szerintem ez nagyon jó. Azt hiszem, visszaállok a sorba, jó? Most nem volt jó, kobrasz. Szerintem ezt nem hallottam, ezt szerintem nagyon jó. Valami hosszabb. Hosszabb. Ezt még nem hallottam. No, akkor ezt nem fogadjuk-e? Hát ezt nem. Jó, mondok egy másikat. De már ez is rövid. Locsolkában disznó röfög, meglocsolok, aztán döfög. Hát ez számolj már egyet, meg komoly volt. Nem bírom, a fajszal. Na, Bianca, ez már jobb volt, nem? Mindenki ment rá, és akkor elkezdjük, jó? Na, örülök, kell még egy? Ez hova kell? Meghozunk két túl. Hát, mit szólnak, hogyha ide a zsebem visszacsúsztatják a fegyveremet, meg a rádiókat? A stadionnak. Nem, volt fegyvere is. De 600-ban, amikor látod, hogy itt hanunk 60-an. Ó, bakker, mágus, ez tőled függ. Micsoda? Hogy visszaadsz neki egy fél randi, csak... Menj innen, légy szíves, Feri, jó? Ferenc. Ferenc. Ferenc, menj innen. Feri, menj már innen. Mizu Csajos. Ott Kobra, itt vagy a rádió. Mizu Csajos. Igen, itt vagyok Mágussal, Mizu. Van az a keresztes, mint tudom én, János, akit kerestem. Igen, keresztes? Nem kerestem, csak mondtam, hogy kapjátok el. És öt vagy hívja? Engem? Pindul, ő a Kandúr. Kandúr, én vagyok a Kandúr. De várjon már maga, nekem gyanús egyébként. Mi? Hát akár hányszor találkozunk... Igen? Szóval akár hányszor találkozunk, mindig más neve van. Hol kell menni tüdőt? Ja, tényleg, mert mint a ta... Ja, szégyenlő. Most Kandúr, most kimenőztem valami. Most Kandúr vagyok. Tudtunk milyen a lelki állapotnak. Igen. Na, figyelj, a fegyvert azt nem tudjuk visszaadni, kedves Bianca, de a locsoló vers miatt elfuthat, hogyha akar. És egy rádiót? Rádiót azt, neki már is. Nem. Jó, nem. Akkor nem. Viszlát, be. Majd viszem a randira, hogyha kell. Majd a randira, így van, keresse föl mágust, hogyha randira, így van. Sok ott visszahozom fegyvert, minden. Hát de még a telefonomat is elvették. Nem baj, hát majd vesz egyet. Csóról vagyok. Vesz egyet majd. Van egy jó pick-up line-o, mágus. No. Gyere. Mi akkor, te más vagy? Nem. Jó, ez csak fellabolj. Jó van, uram, viszlát. Köszönöm. Viszlát. Viszlát. Szerinted keresni fog, mágus? Nem is keresni. Nem is zárvarul. Nagyon jó. Hallod, de ezt én még nem hallottam, ez óriási volt szerintem. Nagyon jó, na menjünk. Kobolyság. Jó volt, ugye? Jó. Kobolyság. Oké. Cset, ez óriási volt. Jaj, de jót nevettem. Na nézzük, csináljuk a komoly részét. A Kobra ott van az utolsó sorban, igen? Az a János. Jó, az nagyon idegesít. Csak jó. Kezdhetjük. A fekete kabánba. Kezdhetjük. Ártok tudok. Van megvan a publik főbb. Jaj, csak ennyit röhögni. Ki? Emmő? Hát ez ami volt, hogy jön ide mindenki, aztán elkezdjük. Jó napot kívánok, a kis békesség. Szia volt! Gyertek főbb, egy kocsi van, jó? Egy kocsi van, meg hát ez nagyon vicces volt. A portos fényképezés. Persze, pár túszt elkaptunk, a zsarukat várjuk. Aha, aztán mondtam, oké, készül. Láj, végén sors rász csertig lehet jelentkezni subgifttel, erre az 51 000 forintos rulat és órára van benne egy golyó.
Ez ki ez az izé? Szexi hajú. Hát miért kinek pózolt az apop? Itt ja, az apuka, a friss apuka, így van. Hol tűnt onnan az izé? Nem ment el, csak kevesebb ideje van a kisbabája miatt. Ez kicsoda? Mondtam, hogy szelfizgetnünk van. Jó napot, miért szelfizget? Megyünk oda. Megkérdeztetek amikor, hogy megmondtam. Jó napot, igen, igen. Azt lelövöm. A feleségem a szobám. Az nem érdem, hogy túl. Most nem mondjuk komolyan, hogy az a felesége volt. A feleségem. A feleségem. A feleségét elengedtük. Most lesz a húsvét miatt, mivel locsolkodás lesz, ezért úgy döntöttük, hogy elengedjük. Viszont tudom locsolkodni a izével is lehet a pümpölőre? Én általában azra szoktam utána járni a locsolkodni. Hát lehet, csak te most. De elengedtük, elengedtük, jó? Épségben van. Magukat is el fogjuk engedni, jó? És esetleg most nem azt elengedtük, Tüdesz, elengedtük, mert a mágus mondott neki locsoló verset. És a mágussal fog randizni. Jönnek a zsaruk, Kály? Király. Egyébként hihetetlen, mert mondtam, hogy kell 600-ra bejönni rá a szorúba. Jaj, ennyit derék röhögtem. Ott a BMW, ez a fasz. Itt csak a kis üzét. Itt megjött a gondol. Szevas kis szaros, itt vagy. Megjöttél. Megjöttél a pedálos biciklivel. Szevasz, Koton. Szevasz. Ez egyre jó. Ondó, hagyjátok. Az Ondó kripto mostában elég jót megy, nem láttátok? Nem kriptóztok? Csert. Nem kriptóztok, az Ondó. Kriptó elég jó, csak hallod ilyen kis... Nem kriptóztok. Nálad hogy van ki? Jó, hoztak még. Jó, most már mindenki vagyok, komolyan légy szíves, jó normálisan. Ne elkálljunk össze-vissza, mert kocsikat engedjétek el. Álljál ide mindenképp közbe, jó? Most már fejezzétek be, légy szíves. Na csináljuk. Tehát én ennyit röhögni, nagyon rég röhögtem. Na, írtatok? Melyik lehet az agyas? Egy, kettő, három, öt, hat. Kinek? 10 agyast ide hoztunk? Hányan vannak fent? 95-en, azért meglepő. Most lehet a vasárnap miatt amúgy. De elég sokan fel vannak a szerveren. Vagyis ez soknak számít, mert ugye 65-en voltunk múlt héten amúgy a streameken. Dominik, írlak, köszi. Bemutatok az a... Ádám, valahogy... Figyelj! Vedd be a hatkot! Jó, 1-2... Hát miért nem megfelelő hába van? Vedd a hatkot, és most élek! Velünk van kis csávó, most vettük fő, ne aggódjál! Csak nem volt idő átöltözni! Akkor... Ja, hát ez minusz egy! Legközelebben megtanulod... Az bableves! Azért szeretett bármit terület! Minusz egy! Meghalt? Meg! Mi volt a baj vele? Az, hogy egy világtalan pari azért! Tényleg? Igen. Jó, ezt ha tetted, ezt te hamar felismered, úgyhogy meg kellett halnia. Én fel. Ja, arra én megyek. Hallod, Zsinyel, te ne autókkal is vetegessé magad, téged először a következő, aki megy a bokorba, esküszöm. Igen. Van itt egy úr, gyorsabb ezzel. Ennek a zsaruk szerintetek? Mi a fa? A bikát leölte! Mit csinálsz, Sky? Megölted a bikát! Mika megcsúszott. Mikára nincs semmi baj. Kána semmi baj nincsen. Nem, megcsúszott a bika. Jó vagy? Szerintem mellé lőtt. Kit lőttél-e? A dinnyét. Hát ja, a dinnyét. Üzleteket, autókat, üzleteket, rászorok, azt mondja, jó van, akkor lőjél fejbe. Hát akkor Isten vele. Szóval a dinnye az ilyen. Hát itt izé, ott beszélget a túlszakra autókat, melyik autó mennyivel megy. Azt mondom, rászólok, azt mondom, hogy jön főhámborod, nem kell. Jó, akkor Lidl lelőtt az emberét. Véletlen lőtte le a bikát, mert az emberét akarta lelőni. Szavaztok. Jó, nyomjuk akkor. Hívtad a zsarukat? Kik haltak meg? Küldtem nekik a sást. Király. Nem, Mika véletlenül kapta. De ez a dinnye veletek van, Kály? Aha, volt. Mindig kocsikkal
Hát jó, de fel kell mérnie azt, hogy mikor kell üzletelni, nem? Itt van 20 vagy 30 túlsz, és nem értem amúgy, és a túlsza beszél egyébként azt, hogy milyen a utat. A túlsza üzletet? A túlsza üzletet, ott a szélen, valamelyikkel. Így ahogy a dinnyel, tudom, ez egy vasfelé, hogy tudjunk menni, jó, mit kérünk a zsarúktól, Kály? Akkor menj oda, és akkor kérdezik. Joker úr! Ja, jó lenne, a pénzt kapnánk. Igen? Joker úr, szeret... Csak egy pillanatra ott azt a maszkot szeretnénk kidébni egy pillanatra. Kussolsz! Pusztulsz oda! Kit szeretnénk? Kit szeretnénk? Álljon vissza a helyére, kit szeretnének ide hívni? Én csak önt szeretném. Jó, mondja. Ja, a felesége miatt, igaz? Vagy a csaja miatt? Az is. Igen? Nem. Feleségem. Szerintem, hogy mondanám magának egy-két infót, és így megfognánk, azt mi is átugranám, mint a locsolódás. Mi akár egy pár. Figyelj, az a helyzet, hogy a nőkkel jobban elnézőek vagyunk, tudja? Persze, azt megértem. Az a helyzet, hogy már... Az a helyzet, hogy most már jönnek a zsaruk. Megtörténik a tárgyalás, és akkor mehetnek a dolgokra. Nem fog senkinek. Az előbbi ember az élet lelőve, mert nem bírt magával. Köszönöm. Három embert lőttek le. Három ember nem bírt ennyire magával. Tehát ezek viszont hasznos infók. Uram, püti félek oda jönni. Ezek nagyon hasznos. Az mit jelent, hogy hasznos információ? Mi hárman lennénk a... Maguknak mit jelent a hasznos információ? Hát önnek mit jelent? Nagy és kicsi. Hát ez a matuk, ez sokkal változik a... Nem velünk van, jó? Na szóval, alapbeszélj, hogy mi nekünk a pontosan. Hányja, ő itt van most, oda. Jó, mondják itt, most. Itt? Nem igazán, ez most csak magára tartozik, így gyerünk. Hát mondják nyugodtan, mert mindjárt ide érnek a rendőrök, aztán nem tudunk nagyon mozgolódni. Valahogy itt nagyon... Az a gond, hogy mindig szóval nagyon másnak. Vagy ott az egyik korkoló? Hányja, ide fog menni. Csak picit. Sehol, csinálj. Csak hallgassuk meg őket, vagy ne? Négyen így félre mennénk, csak hogy megbeszéljük. Pepsi-Cola? Nem nagyon kéne. Fél percet félre mehetek veled? Tehát a Jánosra gondolok. Na, mondják! Na, látja, de nem itt, mert itt mindenki hall, uram. Hát ez... Hát ez érti, az úgy nekünk nem ér, nem jó. Csak magam. Ugyanem, hogyha csak öntek, akkor már. Nézd meg! Nem csak magam. Érti, mire gondolok. Másnak nem szeretem. Érti, elvesznek tudja itt, aztán itt mindenki tudja, az úgy már nem jó. Köszi, Edward, mindjárt. Írlak, Edward. Érti a titok, hogyha itt most mindenki meghallja, ez már nem jó, titok. Jó info, jó pénz. Ja, igen, igen. Jó. Kály, három ember akar nekem információt átadni, arrébb megyünk oda a sarokba csak, jó? Jó. Gyertek hárman. Gyere. Jók amúgy. Daniék jó RP-znek. Normálisan bántak. Bár igen, a feleségét elengedtük élve. Aztán, hogy... Egyébként várjál egy picit, tehát megtudhatom először is a kikötéseket, hogy mi volt a kikötés. Igen, egy locsoló verset kellett elfogadnia, és akkor el is engedtük. És a másodikat, igaz, az elsőt nem fogadta, de a másodikat elfogadta. Jó, oké. Na, az információkat várom. Gondolom, akkor azt mondják, hogy az információ cserébe engedjük el magukat is. Hát nyilván. Igen. Értik, kis tárgyalás. Igen. Várom igen, akkor azokat az infókat. Jó. Akkor elsősorban elkedeni ott első. Attól már nem tudom magadom. Várjanak, lehet csatlakozok rádióra, hogy halljam is. Rendben. Jó, rendben. Zi. Kopaszék amúgy egész jó ok. Mondhatom? Mondhatja. Jó, akkor elsősorban szeretném tájékoztatni arról. Szerintem fontos információ lehet, hogy a kékeket. Kopasz egy csapatát eltávolítottuk a várukból, az egészet egytől egyig mindegy szállít. Igen, átalakultok, nagyon jó. Mint olaszok léptünk a helyükbe. Hála Istennek! Hála Istennek! Ez mondjuk pozitív, igen. Jaj. De tudja az úr, igen? Hogy igazából, hogyha nem kapnak el, akkor nem is tárgyalunk, tehát mi senkivel nem szoktunk tárgyalni, és nem is fogunk. Igen. Nem is szeretünk. Ön is kivétel is. Igen. Az infók azok, hogy egyedül még eddig csak a világról tudunk bármit is, ők mondtak el nekünk, hogy ők nem szeretnek fegyverben nyomni, és itt van, mert ők voltak köszi, azok, akik sző is meghalt. Tehát, hogy ők voltak egyedül azok, akikkel lehetünk tárgyalni. Amit rólunk kell tudni, az az, hogy igazából... Átalakultak, Dani. Hogyha valami normálisak, akkor mi is normálisak vagyunk velük. Ez jó. És igazából én azért nem szeretem a tárgyalásokat, mert szerintem, hogyha nem nyúlunk egymáshoz, akkor nem kell tárgyalás. Hogyha pedig igen, akkor pedig viseljük meg a következményeit. Nagyon jó felfogás. 450 like, annyit, na 5, Szabi! Olaszok vagyunk?
Igen. Autóink is javarészt. Olasz márkájúak kivéve a Manzer Mercedes-eket. Kopasszék amúgy jó játszani. Mozogni. Nem, mi konkrétan az, hogy háborúzunk, hogy valaki a baj helyezünk, nekünk minden az a szándékunk. Szeretném nyugodtan kiépíteni itt fegyverre kapcsolatban üzleteket, még ilyeneket. Jelenleg más tervünk nincs a városba sem csesztetni senkit. Maximum cseszváros az egyetemből visszavágunk, de addig, amíg minket békén hagynak, addig mi sem fogunk cseszekedni senkivel. Nagyon most jó. Most nyilván az uraknak nem az volt gondolom a tervük, hogy most kipécézve minket elkapjanak. De ahogy is mindenkit elkaptak, akit lehetett. Ez nem erről szólt, természetesen. Igazából pontosan ezért nincs semmi gond, azért jöttünk így most bemutatkozni is itt. Nem fogunk visszavágni, azért mert nincs értelme. Én viszont csak egyetlen egy dolgot kérek, uram, amiért most vagy megért, vagy nem ért, vagy tököm se tudja. Feleségemet azokat hagyják békén. Az ilyen kanos vadállatok. Ennyit kérek, semmi más. De most őszintén én kijelentem, mert nem tudom, ő publikban is már majdnem egy fejen kellett lőnöm egy embert, mert nem bírja békén. Persze, hát ez értelmszerűen ez evidens, hogyha valakinek a csaját ugye izéljék, meg minden, persze, hogy a barátja megvédi, vagy a férje. Így van. Ezt én is így csinálnám. Ez egyértelmű. De itt semmilyen nem történt, az emberünk verset mondott neki, és ezt a hölgy elfogadta, és így engedtük el. Rendben. Kanocsvágus! Úgyhogy ilyenről szó se. Mennyire voltak hasznosak önnek? Ezek hasznosak voltak olyan szempontból, hogy akkor természetesen életbe fogjuk magukat hagyni, megvárjuk a rendőrséget, és akkor mehetnek, jó? Nagyon jó, csak mert pont azért jöttünk volna, mert már nincsen sok év. Nekem konkrétan ilyen 6 percem volt. Jó, jó, figyeljetek, akkor... Összetettem a kezem, és akkor jó, akkor menjetek oda hátra, jó, és akkor feküdjetek le ott aludni, jó? Oké? Jó. Akkor így megoldjuk, jó? Jó, köszi. Viszont imádkozok egyet, hogy akkor tudják, hogy meglegyen létszám. Jó, jó, rendben, köszi szépen. Jó, köszönjük. Jó pihenést, csöcsö. Köszönjük. Jó, menniük kell a városból. Nagyon jó. Most rám tisztában vagy, hogy ezek ránk lőttek. Figyelj, mondtak pár hasznos infót, most meg menniük kell, majd utána intézzük. Valami olaszokról van szó. Hát engem nem izgat, hogy ki kicsoda. Most random ránk lövöldöztek a szürke B1, vagy a Tényleg elmennek a városból. Most meg is haltak, csak akkor ne várják tőlünk sokat. Jó, de most menniük kell a városból, azért mondtam, hogy menjenek. Jó. Látod te is. Most mi van a rendőrök egyébként? Nem tudom, hogy jönnek-e. Oda menjek, szólják nekik, vagy most jönnek. Kár, jönnek a rendőrök, vagy nem? Ott vannak amúgy. Ja, már ott vannak. Nem, csak nem jönnek ide. Uram. Tessék. Uram. Elnézést szeretnék kérni. Bennie-e? Igen, de beszélni szeretnék. Jó, jöjjön arrébb, és akkor utána mehet. Még mindig 9. De még lehet visszajövök csak azért, hogy folyjon le ez az egész. Uram. Jó, de hogyha mennie kell, akkor nem probléma, jó? Persze, természetesen, uram. Jó, tegye le a kezét, mondja, hogy mit szeretne. Beszéltem, én egy ilyen róka nevezett Igen, emberről, igen, az egyik barátom, igen. Így van. Megbeszéltük, hogy jövő, ugye nem a mostani kedre, hanem az utáni kedre egy találkozót, és mert amúgy én ilyen csatlakozás értelmében tudja. Ez jó srác, nem? És mi ez a sok új jó ember? Rengeteg információt tudok szolgálni. Igen. Itt láttam az előbb elvét 3 embert. Igen. Pont az ő csapatukról rengeteget tudok, hogy... Akik eljöttek velem beszélgetni? Így van. Aha. Így van. Aha. A nevüket is tudom. És mert 3 ember be van épülve hozzájuk, akik nekem mindent szépen elmondtak, találkoztam velük. És ezt is majd át szeretném adni. Nem tudom, hogy majd ez lehet komolyabb tárgyalás esetében. Hát meg igen. Mutattam a rókának is, hogy fegyverügyileg nekem sosincsen gondom, azt nem kell adni nekem, tetszik érteni. Most is van egy kocsi nyitózóval. Mi csináljunk, csak hallgassuk meg? És ezt jelezni szerettem volna önnek is, ezt a csatlakozási szándékomat. Rendben, van magán a telefon? Telefon van nálam, még 2 darab is, uram. Jó, akkor adja meg a telefonszámát, meg a nevét, és akkor keresni fogom. Chat 450 like-nál, sub gift! Csak tudja, még nekem bilincs van a lábamon még 4 napig, tudja. Persze, vágom. Nem baj, jövő héten keresni fogjuk. Csütörtökön szerintem. Csütörtökön? Ja, itt lesz a városba?
Az a baj, hogy pont nem leszek, mert fejembe megyek horgászni. Aha. Aztán nem leszek, de kedre beszéltük, mert akkor leszek, és ezt mind le tudjuk tisztázni. Jó, akkor legyen kedd. Jó. De a rókának megvan a telefonszáma? Meg. Jó, akkor meg. Kedden keresse a rókát, jó? Mert most az én telefonom az sajnos nem működik. Igen, meg nekem is az a baj, ilyen halvány látszik a számom, de megvan a róka nekem gyönyörűen a telefonba. És akkor majd keresem önöket. Jó, nagyon jó. De. Jó. Hogy hívják magát? Én Áron vagyok, úgy szeretem, ha szólítanak, uram. Jó, rendben van Áron. Akkor a róka keresni fogja csit, vagy kedden. És nagyon szépen köszönöm, uram, segítséget. Jó. De szerintem én még visszaállok, mert vagyok. Le kell folytatni még. Jó, viszont nyilván. Hogyha sürgős dolga van, akkor nyugodtan menjen. Nem, még ezt megvárom. Jó. Mi lesz a vége? Jó. Erre rendben. Nagyon kíváncsi vagyok. Rendben. Aztán csak ennyit szerettem. Na, de most, hát mai nap tök jó játékosaink vannak. Mi történt amúgy? 94-en fenn is vagyunk. Én nem tudom, hogy mi van most amúgy. Ez pozitív, nagyon. De nem most. Na, úgy nézett rá, hogy van. Jó napot maga, honnan szerezte ezt az ószógumit? Felfújta. Csála felfújta. Hát ez... Ezek tényleg nem normálisak. Probléma? Nehogy probléma, csak kérdeztem, hogy honnan van. Igen? Uram, nem maga. A úszógumisnak, hogy ezt mire használja ezt meg? Köszi Béc, ez 51 hónapot. Edward, felírtalak, igen. Ugye, itt vagy a nyereményjátékon, igen. Jó, most mi van? Vagy mire várunk? Ja, most jönnek. Chat, még 20 like és 5 subi repül Tamástól, köszi! Nyereményjáték sorsás a live végén. Na jönnek a zsaruk, jó, letárgyalták. Ez a mai nap amúgy szerintem óriási. Holnap PUBG lesz amúgy, chat. Megvan? Mindjárt megnézik a túlszokat. Király. Csak meg kell nézni, nem kell megszakolni. Azt a minden is, most mehet. Ott a az összes. Hát tényleg ennyi ember, csak a filmekbe lát az ember. Hát várják itt ezeket. Repülni nem hiszem, szerintem mára, most ezt letárgyaljuk aztán ennyi. Jó, nagyon szépen. Már csak 15 like, chat! Akkor valamely túlszakért szeretnének, és valamely túlszakért pedig szabadult és hasonló. Jó, hogyha megengedik, ezt berádiózom. Plusz 3 agyas túszt rendőr úr számoljon bele, mert az a helyzet, hogy voltak, csak nincsenek, tudja. Akkor igen, igen, értem. A számokat? 16 darab, plusz 3, tehát 19. Jó, oké. Okay. Akkor rádióz. Tehát itt a túsztárgyaló úgymond. 19. Kérem, távosok, de azért tartsuk. 19 darab túsz van, és X számú túszért. Pénzt szeretnének, illetve Y számú túszért szabad utat és hasonló. Maga francia? Nem vagyok francia, uram. Latin-amerikai vagyok. Értem, nem szimpatikus. Csigát teszel? Szerintem is csigát szabáll. Uram, na uram. Értem a beszélgetést. Azt mondták, hogy először összetározzuk meg, hogy hány darab túszért szeretnének pénzt. Akkor kezdjük azzal, hogy szabad út, meg szirénára indulásért mennyi plusz kérnének, én mondjuk kezdésre mondok 5-öt. Akkor legyen meg ez, és a maradékért majd kérjük a pénzt. Így jó, rendben. Túsztárgyaló lehetséges akcióparancsnoknak. Itt a kis cuki nem veszett azt el. Kérik, hogy szabad út és szirénára indulás kezdőpontban 5 darab túszért. Csak el kell mennem pisíni, hallgassuk a tárgyalást, mindjárt jövök. Gondolom, urak, a szabad út az ott le. Hát ott igen, ott másfél nem megyom, azt hiszem, hogy nincs szerintem. Nincs. Se. Ez azért határozott meg bővebben, mert ott két irányba lehet menni, jó? Hogy ott lemegyünk. Akkor itt ki, itt le teljesen, teljes szabad útot lefele, az a lényeg. Húha. Rendben, továbbadom. Igazából egy irányba tudunk menni, hogy arra. Jó, urak, válaszolt az akcióparancsnok. Azt mondta 8 darab túszért. Mennyi? 8. Akkor szirénára indulás, felüldözés és teljes szabadult kifele. Próbáljunk meg Még 7. Egyébként, hogy semmi probléma ne legyen belőle, még azt határozzuk már meg, hogy ott az oda lejárón, jobbra vagy balra? Arra tudunk
egyetemen kimenni. De nem, hát, ott hogy jobbra és kimegyünk... balra is, mert csak egy irányba tudunk innen elmenni. De nem, azt kérdezi, hogyha kimentünk. Ja, megértem, mit mond. Hát igen, azért hát, mondtam hogy a piac, ezt. Hát a piac felé akarom menni, itt az autópálya felé. Igen, vagy a Grove Street felé. Igen, Grove Street felé. Akkor mind a két irány. Jó, legyen, legyen mind a két irány. Tehát teljes szabadult kifele, balra is, jobbra is, meg felüldözés, meg szirénára indulás. Legyen 7-20-ért kérdezem. Jó, további. 7-20-ért mehetnek. Túlsztárgy el a akció parancsnoknak. Tamás, szóval köszi, akkor az elkövető 7 darab 20-ért azt szeretnék, hogy szirénára indulás, felüldözés, illetve ott azon a kijáraton balra is, illetve jobbra is teljes szabadult. Ádikát kilőtték, cseh. Ezt nyerheti valaki a live végén. Rendben továbbítom. Egy pillanat, türelmet szeretnék. Szerintem búszosnak, aztán azért. Megkeresett a kézre. Aztán Cédrus lőtte ki. Ez már a... Pongalám. A bűncselek, mi ne tovább jön. Kisgyerekek meg fogunk. Mondjuk korán kell. Bűncselek, nem? Tiszteletet. Ne, ez egy kis húgyos gyerek, ne törődjék bele. Fiamról szálljátok, mert szájukba szokom. Na, ezt már szeretem. Szerintem elmennek lünk simán. Nem úgy szebb, hogy mint vad. Kakka boly. De, láttam szemterem. Kíváncsi vagyok amúgy Colcra. Továbbítom. Na, urak, itt az van, hogy az akcióparancsnak azt mondta, hogy csak a szirénára való indulást, illetve a szájér szabad utat szerette volna, 7-8-20-ért. De ugye ebbe jött be még egy pont, így tehát azt a kérelmet, hogy felüldözés, szirénára indulás, teljes szabad út balra, jobbra, 10 darab 20-ért szeretnénk. Akkor... Igazából a kérdések alapján ez a behatárolható ilyen no, nagyobb én is, szám. Én is át tudom gondolni, kiszállunk a túlszokból kevesebbet. Nem kell, már egy kicsit. Átpent oda! Akkor kimegyünk teljes szabadút, és jobbra a piac felé kérünk teljes szabadútat. A főzésnek meg alapnak kéne lennie, és maradunk a 7-20-nál. Jó, tehát akkor jobbra teljes szabadút, felültözés, és akkor a szirén. 7-es számú túlszért, mondanak. Túlsztárgyaló akcióparancsnoknak. Változtattak, azt szeretnék, hogy felüldözés, szirénára való indulás, és azon a bejáraton jobbra, tehát a piac felé, teljes szabad utat, 7-es számú túlszért. Azt tegye hozzá, hogy a felüldözésnek egyébként alapozónak kéne lennie. Illetve az egyik elköltő azt mondja, hogy a felüldözés annak alapból. Ez jó sikerült az ég mai nap. Röhögtünk is. Egyébként ez tényleg így. A gyerek kezébe ott a kés. Kéznei továbbítom. Na urak, elsősorban azt mondta az akcióparancsnok, hogy a felüldözést mi mindig próbáljuk betartani, általában önök nem tartsák be. Most ettől eltekintve, 8 darab 20-ért tudjuk teljesíteni. Jó, hagyom. Akkor berádiózom, rendben? Jó, berádiózom. Túlsztárgyaló akcióparancsnoknak. Elfogadták a 8 darab 20-t. Azok mondok, hogy Kossz honnan hozott széket? Na urak, készen is van, kér is teljesítve. Köszi Tamás, igen, van online tanfolyam, Dali, Tisza, Kongol, Dali, Tisza, Kongol, Dali, Tisza, Kongol, kedvezmény. Hogyha maguk itt lejárulna, itt próbálkozzanak elzárni a lejárót, akkor le lesznek onnan lépve. És tovább fogunk hajtani picsában, jó? Ugye, urak, Jézus repülőzik! Senki nem ezért csikicsukizik itt, ugye? Azért egy rendőrnek a túlszélet a legfontosabb szerintem. Hát szerintem is. A létszámokat figyelem. 1, 2, 3. Már negyediket engedem számolom, ne szólj bele viccelőt. Hát itt az urak felsorakoznak 15 kocsival. Kíván, ebből jó RP lehet, nem? Hogy Colc rendőr. Igazából.
De, széke is itt van valahol. Azt vettem észre amúgy, hogy ott lett, amióta cékáztuk a közös RPG-je, nem tudom. Előtt engedve, csak a másik irányba futottak el, mert szerencsétlen nem találkoznánk. Ez lehet, hogy véletlen. Tehát 19 túl itt játszik, de nem találkozunk. 11, 7500 könyv szeretnénk, maradék 11-en. Jó, tehát 11x7 es 1500, azt igen. Mondja, hogy 80... 83000. Pillanat, inkább megköszönöm. Parkolóban találkoztunk, igen. Levi. ...500 koidát évettem, 82500-at szeretnének akkor a további 11 darab túszért. Jó, rendben, továbbítom. Túsztárgyaló akcióparancsnoknak. A fennmaradó 11 darab túszért, fejenként 7500 kointot szeretnék, az 82500 kointot. Nagyon jó. Hát erre kíváncsi leszek. De milyen szépen fősorokoztak itt az emberek. 11 darab túsz maradt, és 7500 per darab. Ja, ott állnak hátul a zsaruk, látom. Azért vannak ők is páran. Köszönöm a moderátorok segítségét. Negatív. Live végén sorsolás, jó? Igen. Negatív. Igen. Azért vagyunk páran. Rendben van. Na urak, egy pillanat tűzre. Na urak, egy pillanatot csak el kell menni egy bankváltó automatához, vagy bocsánat, automatához. Hozzák az automatát. Hogy na, az automatából. Túsz az onnan hozott széket. Nem tudom, de ezt tírtam el. Magának honnan van széke? Elnézést. Mint volt hátul. Hátul. Olvasgattam, kicsit tanultam akkor ezt maga helyett, ha már maga nem tud vezetni. Mi maga honnan tudja, hogy én nem tudok vezetni? Hát előbb utaztunk magas. Ja tényleg, maga, tényleg ütköztem egy nagyot, igazolva. Ott beverte a fejét, igazolva. És lejtette a dolgokat. Jó, ezt megúszta, ez valós, ez valós. Jó, rendben van. Helyezze magát kényelembe. Rendben, már megvan, mert már kicsit már aludnék. Nem, azt mondta az mert, ha nagyon, nagyon aludnak, akkor menjen. Ha felültözés fogalmát megszegít, ja, nem, akkor csak mi is már egy napot már egy tűzünk, már nappel keltem, hogy értélek, mert már mi éjtel itt vagyunk. Az elkövető tudomás. Kicsit sietetnének már rendőrök. Tényleg amúgy az udat. Na, aki már alszik. De kapott memo céket, Laci, csak így a live-ba nem akart céket. Én kértem tőle, hogy live-ba csináljuk, mert amúgy szerintem tök jó RP lehetett volna, de ő nem akarta. Rendben, továbbítom. Ne rúgassák, hát na, uram. Ketten elindulnak a pénzzel. Jönnek ide? Igen, igen, igen. Ott látom is a két embert. Ja, kapott céket, csak nem így live-ba. Szóval nekik nyugodtan. Szerintem tök jó lett volna, tök érzelmes lett volna így live-ba, de ő nem akarta. Most bármilyen okokból, de... De nem akarta. Milyen fegyelmezett itt ma mindenki, meg vagytok dicsérve. Nem párásodik be, vagy igazán. Hát meg lehet nézni, kivezett az akció, fegyelemben. Tisztelet, látod? Tüdesz, tőled félnek, látod? Hát. De látod, az ATM nem működött, de kitaláltunk valami más, látod, itt vagyunk. Hát, sajnos így alakul, de hát nem tudok amit csinálni. Repülővezetés, most nem. Hozzák a pénzt a zsaruk. Nincs semmi a háttérben, írta, hogy keveset tud lenni, vagy már nem élvezi, vagy nem tudom mi volt. A rendőr akar lenni ennyi, hát ha jobb RP lesz belőle. Nagy színpad elmaradt. Megvan a pénz? Király. Uh-huh. Akkor tartották a szavukat. Király. Igen, 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 igen. Elengedhetjük őt, aztán mehetünk. Jó, király.
Ja, a rádióra vissza kell mennem, csak. Na, ura, meg vagyunk a pénzt. Ez epe? Akkor a túszakat szeretnénk kérni. Oké, mehet. Mehet mindegyik. Mehetnek. Oda a rendőrséghez mehet mindenki. Menjetek a rendőr felé. Sziasztok! Csak annyi van, hogy volt három darab agyas túsz, nincsenek jelen. Minden jót, uraim, boldog húsvétot! Boldog húsvétot! Tehát leszámoltuk őket is, mert hárman így a föld belsejébe szívódtak be. Így van. Melyik kocsival vagyunk, Cset? Azt se tudom. Melyik kocsival vagyunk? Ja, hát mi, a mi kocsink az lent van. Ha nem visz, hogy hagyjálom, menjen a rendőrök közben. Tessék, menjen már! Akkor majd, még majd tudunk beszélni. Persze, menjen, a rókát majd keresse, menjen. Tudunk majd beszélni. Dehogy tudunk! Menjen! Menjen már a rendőrök közben. Tessék. Kocsiba, kocsiba. Gyalog vagyunk. Lámbóbó, szedd meg! Tedd ki ezt a gyereket ott! Ott tetted. De intézd azt a gyereket, már szét fogom darálni. Hihetetlen amúgy. Mit csinál? Lőd le. Megvan, hogy lőjön. Megvan. Mindig 90-en vagyunk fönt. Az igen. Én már is menekültem, Cset, én megoldottam. Rögtön. Csak mondjátok, ha indulás van és megyek. Többiek még el se indultak. Megvan, nem? Ez mi? Menjünk. Többiek meneküljenek csak. Jó napot, merre mész? Szia, gyere nyugodt! Te vagy azt én! Én itt akartam elbújni! Megy ma! Gyere, baszki, meg el akartam menekülni, esküszöm neked! Meg vagyok, valahogy segítség! Jó, hogy jöttél! Ott a rendőr! Jó, hogy jöttél! Menj itt ide! Már mindig kell a brigádot ki ez a baszki. Meg lesz, hogy nyugodjál meg. Jó, hogy jöttél, Tüdesz, a lépcsőn! Így is jó! Jaj, de jó! Az enyém de az mit csinál? Jééé! Itt vagyunk a csatorna, abba bementünk. Még a probléma. Menjél már! Jézuska! Poli! Attól, hát miért nem menekül egyébként? Nem egyébként. Ez a pandem, ez kivel volt? Velünk, de hát... mindig hagyjuk a volt. Szerintem. Bocsis, jön csak kiakadok ilyenkor, amikor nekünk jön sze... Ott áll az út közep, ez nekünk jön. Hát áll az út. Azt a mindent, mi van most? Jó ég. Mit történt neki itt? Remélem jó szórakoztatok máma. Kobrászt megvenünk éppen. Fixen. Ezt az autót nem bírtuk utalérni. Hát ez egy hulladék. Fehér traktor fixen megmenekül. Hát a dolog. Jó volt. Nagy színpad. Hallod Tüdesz, a nagy színpadhoz el tudsz vinni, légy szíves? Van ott egy kis dolgom, így a nap végére, köszi. Mindenki meneküljön meg, jó? Épségbe. Mindegy, hogy hova mentek, csak meneküljetek meg. Itt vagyunk a három kerekű autónál. Itt próbáljuk neki na. Segíteni. Énekelni fogsz itt? Mi? Majd tudom, hogy itt a rendőr. Énekelni, igen. Húsvétra. Itt hagyjunk majd, hogy megvárjunk. Hagyjatok itt, persze. Köszi. Jók legyetek. Ügyes voltál a Tüdesz, nagyon jól nyomtad. Hát ezt tudtam intézni. Gyertek hova? Na Istenem. Csát, a húsvétkor lehet kinyitni a tojást. Ó, felveszünk, tojásszedés. Megvan mindenki, srácok.
Meg vagyunk itt az 5-ös benzinkút. Jó volt a mai nap. Biztos urak, itt az 5-ös benzinkút, tehát esetleg... Minél sorsolás csepp, jó? Pályáról arrébb mehetnénk, mert... 5-ös kút mindenki felvetted, van egy kis pénz. Ó, oh, ja, hogy rögtön pénzt adott a tojás? Ó, milyen jó ez a Brabus izé, rendőrkocsi. Ha, hallod belülről, milyen kafa már? Fent a lépcsőn. Csá! Amúgy itt az 5-ös benzinkútra menjünk már mellettünk, mert látom itt mindjárt izé... Vannak rajtunk. A Johnny-ék a rajta vannak. Vagy pénz, vagy tojás. Biztos urak, menjünk már ide az 5-ös kúthoz, mert mindjárt izé kifogy a penyag. Köszi Jimmy, felírlak még. Jimmy, akkor ez a 6. szám. Jaj, jaj, most látom. Minél sorsolás. Van 4 autó. Piros kútból az 5-ös, vagy kék? 5-ös, izé a főfokra. Chat, holnap PUBG lesz. Jó. B-ékkel. Urak, NS mechanikban nem ugrunk be, mert... Jaj, mi történik? NS mechanik, srácok, srácok, kiestem a kocsiból, izé, NS mechanik, autópálya. 5-ös benzinkút mögött, nagyon gatya. Többieket lehet elkapták. Na mindegy, köszönöm a támogatást. Srácok, kiestem a rendőrautóból. Hol vagy? Van mindenhol tojás, vagy tojás kapsz, vagy pénzt, jó. Középen, aha, ott van, látom. Ja, húsvétkor lehet kinyitni őket. Remélem jól szórakoztatok. Már ma köszönjük, ma fönn voltunk 100-an amúgy a szerveren. Akkor sorsoljuk ezt a gyönyörű szép karórát, ami rulettes. És akkor holnap PUBG, kedden és csütörtökön lesz a héten még. Felvetel a tojá, kaptál egy tárgyat. Na, nagyon jó, nagyon jó. És akkor húsvétkor tudjuk kinyitni. Repülőt majd nyomjuk. Várjatok. Sorsolás következik. Cső, feka! Mi újság? Ma nem voltál, szétszakadtunk a röhögéstől. Nagyon király volt. Jó. Jön Stoki egyszer. Jimmy. 6-szor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri, te egyszer vagy, ugye? Vagy kétszer? Geri, itt vagy? Várja, megnézem, mert én itt látom. Top chat, rajongói támogatás. Geri, te egyszer vagy, ha jól látom. Ja, egyszer. Egyszer. Igen, Geri, köszi. Megnéztem azért. Kex 10-szer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Remélem jól szórakoztatok ma. Martin 5-szer. Köszönöm, Martin. Jaj. 1, 2, 3, 4, 5. LKJ. 1-szer. Igen. Seregi Éva. Tamás 12-szer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Török Patrik, Robert Rudnicai, Vivian 5-ször, 1, 2, 3, 4, 5. Vastag Dominik 1-szer, és Edward 1-szer. Így van, 46. Köszönöm a moderátorok segítséget, köszönöm a támogatást, tagságot, nagyon király nap volt szerintem. Nagyon sokat röhögtünk. Köszönöm a frakciótagoknak is, köszönjük a szerver közösségnek, voltunk ma fent 100-an. Várok egy picit még, 25-ig aki akar jelentkezni, jó? Várok még egy picit. És akkor... Patrik nyerte a múltkori karórát, megérkezett neki, tetszik neki, nagyon örülök neki. Nekem azért nincs szükségem rá, mert a Nikitől kaptam ugye karácsonyra egy karórát, azt... Jaj, azt hordom. Köszönöm, Patrik, örülök neki. Hát jó, csak ma több poén volt benne, úgy éreztem, Patrik. Aztán király volt. Jó RP-k lesznek még. Főleg, hogy most az olaszok is ugye információt szivárogtattak. Holnap PUBG-zünk. Remélem, itt lesztek egy kis laza PUBG stream. Jön D, Széna.
meg azt hiszem Erik, és akkor négyen játszunk. Azt szerintem 7-től 9-ig fog tartani 2 óra. Igen, Rolex jobb. Nem, az egy Armaniskar óra, feka. Csak azt szoktam hordani, amúgy. Mai Tebus videót nézzétek meg, hogyha szeretnétek, amúgy nagyon sokan szeretitek ezeket. Viszont felhívták a nézők a figyelmet arra, hogy ezekkel az elektronikai cuccokkal nagyon óvatosan kell bánni. Köszi Béci, írlak Béci még. Jaj, rátoltuk a kabátra. Túltoltuk. Béci. Beleírtalak, köszi. Így van Tibor, így van. És köszönöm a moderátorok segítségét, nélkülük nem lenne ilyen szép és rendezett a chat. Mi miatt? A kommentben is kifejtik, hogy az olcsó minőség miatt veszélyes lehet. Ezt mondták András Simon nekem, vagyis kommentbe. Hogy az ilyen elosztót, meg ilyeneket, hogy nem ajánlatos. Vagyis azt írta valaki, hogy tilos rendelni, és akkor kérdeztem, hogy miért. Ott kifejtik kommentbe amúgy ezt a dolgot. Horgászos videó, nem tudom mikor lesz Milán. Nem tudom, de jön a szezon, csütörtökön akarok menni peccálni, majd kiderül. Ja. Na nézzük, akkor. Még egy perc. Pont valósul is, hogy töltőből felbiztosodok, kihagy, szóval egy tűzvesz. Igen, Jimmy, ezt írtak, hogy tűzveszélyes is lehet, ja. Ja, hogy ezt erre figyelni kell, de ezt a következő videóban akkor el tudom mondani. Azokat még itthon is veszélyes vagy néhány helyen. Igen, Laci, igen. Na, 25 van, nézzük, hogy ki nyeri ezt a gyönyörű szép karórát. Lehet, hogy aki egyet osztott, ő fogja megnyerni. És! Majdnem megint Vivien, Kex! Itt vagy, Kex? Kex nincs itt, mert az előbb elköszönt. De tájékoztatom őt, ő az egyik moderátorunk. Gratulálunk a nyereményhez. Vivien, látod, majdnem megint egy RT. Majdnem. Köszi, Martin! Martin, hát már 25 után osztottad. Martin, figyelj csak, a legközelebbibe te leszel az első. Már nagyon-nagyon durván. Nagyon durván. Martin, ezt fel kell, hogy írjam. Mondtad, hogy várjak, de már 25 után osztottad. Úgyhogy... Sajnos... Martin, felírlak rögtön a másik. Te leszel az első a következő játékban, jó? Ne haragudj, csak most már későn osztottad, de felírtalak, és akkor a következő játékban rögtön első leszel, akit felírok. Köszönöm szépen, mindenkinek jó pihenést, a tagoknak rögtön elérhető lesz, aki nem tag neki holnap, és akkor találkozunk holnap. Dedikálod, hol lehet szerezni. Martin, akkor egyezzünk ki abba, hogy akkor írj egy e-mailt, és akkor ez miatt akkor nem írlak fel legközelebb, hanem akkor most küldök dedikáló kártyát, jó? Köszi, Vivi, örülök, hogy találkoztuk. Jó, Martin? Akkor így ki tudunk egyezni, hogy így lemaradtál, hogyha rendben van neked. Akkor Martin, dobj egy e-mailt, és akkor küldöm a két dedikáló kártyát, ha így jó. Jó, szuper Martin. Jó, köszi. Várom az e-mailedet. Mindenkinek jó pihenés. Sziasztok. Kitartást a jövő héthez. Sulihoz, munkához. 4 napot kell csak menni. Úgyhogy király. Köszönöm. Sziasztok. Jó pihenést. Hello.